egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Na gyerekek, hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vágjunk bele. Egy, jó. Kettő. Uf. Működik ez? Még be vagyunk kapcsolva? Kórház? Haló? De rádió? Miért? Kik vagytok itt? Mit mondjuk? Úgy hosszú lesz ez a 4 óra. Menjünk haza, hagyjuk abba. 6 óra után 6 perc. Ilyen korán? Ó, hát nagyon korán van. Nagyon jó vagyunk. Ez az évelei lendületünk. Ne szokjatok hozzá. Ez kitart keddig. Ez holnap már 6 óra 11 lesz. Nagyon nagy hibát követtek el, hogyha elszoktatjátok hozzá magatokat, mert ilyen a jövőben már nem sok lesz. Nézd meg, hát miattunk kelnek föl. Na most mondd meg. Toporgok a konyhában. Már ilyen korán. Olyan, mintha szilveszter lenne. Bújjék, még nem is mondtuk egymásnak. Ilyenkor nem lehet. 11-e. Ez olyan, mint a vízkereszt, hogy leszedik a fát, akkor, akkor utána nem mondod, hogy bújjék. Így van, ez olyan, mint a születésnap. Előtte, utána, pár nappal még oké, de már 2 héttel utána. Hát ne is mondd, utána már ezeket, nem jó, igen. Ezeket a fákat most láttam őket kirakva itt a körút mentén, meg mindenhol. Majdnem, itt volt egy olyan, amit majdnem hazavittem. Tehát majdnem hoztam magammal be a rádióba, hogy aztán majd délután hazaviszem, csak aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy kibírná a következő december 24-ét. Olyan volt. Nem, rendes. Ó, ez csodálatosan nézett ki, de nagyon sajnálom őket, így megláttam őket, és akkor így... Szomorú, nagyon szomorú. De hát ez egy tök jó megújulási folyamat. Ezt már átbeszéltük, már te is hajlottál arra, hogy engedjük el ezt a műfenyő sztorit, mert ezek újra vannak ültetve, jön az oxigén. Ja, nem úgy a karácsony elmúlása miatt, mert nekünk annyira jó sikerült a karácsonyunk, most is egyébként, meg amúgy is nagyon szeretem ezt az időszakot, hogy így ránézek így a fákra, és akkor arra gondolok, hogy úristen, szegénykék, hát mennyi örömet szerezhettek azért az embereknek, volt egy csomó a kis ajándék alatta, meg a gyerekek, amikor fel volt díszítve, akkor nyilván ott álltak, tátott szája, csorgott takonya. Ja, illetve egy mosolyogó. Nyilván az is, persze. Hogy... Náthásan, taknyosan, koronásan. És nézték a fát, és csodálkoztak rá, hogy úristen, ez milyen szép, és annyira hozzátartozik az egész az ünnepezés, akkor amikor látod a fákat kirakva, akkor tudod, hogy na, akkor ennek most tényleg vége, és akkor arccal. A következő szabi felé, március 15-e, azt hiszem akkor hosszú ezt egy hosszú szétvégén, előtte, utána egy napot nem síszünet. Hava, ha nincs. Annyitak az osztrák sípályák, ha nem. Lesz. Igen? Biztos, hogy mik az új hírek? Hát se február egyik zárva van minden ugyanúgy. A síszünet a február elején... Az miért a probléma Magyarországon, hogy zárva van, Mátra Szent István, nem tudom, hallottátok ezt a sztorit, még így ünnepek alatt. Már elkezdtek hoágyúzni, még nem esett le természetes hó, de már kezdtek így megágyázni a dolgoknak. Hát néhány élelmes szülő néhány száz gyerekkel letaposta a kerítést, és bementek, ezt elkezdtek ródlizni. Hát érted, hát most van téli szünet, hát mikor hógolyozzon? Rendőrt kellett hívni konkrétan. Le hogy kellett vezetni őket a Mátrából. Igen, szólni kellett nekik, hogy egy elzárt üzemi terület tetszik tudni, amúgy meg a vállalkozásunk, az életünk, a megéletésünk legyenek kedvesek. Igen, na. Úgyhogy nem és kerítés letaposás, meg ilyen, azt nem is olvastam. Rajta. Mert azt tudom, hogy például tegnap le kell zárni a Kékestetőre vezető utat rendőrök, hogy két autó lejön, kettő föl. De mi történik ott fönt? Megy a sípálya? Nem tudom, hogy megy. Felmenek ródlizni, meg annyira, hogy felmehetsz sétálni. Annyira havat akarnak látni az emberek, amit egyébként most már Nyugat-Magyarországon láthatnak, mert Zalában meg Vas megyében olyan mennyiségű hóesetben. Nálunk is van a hegyen. Úgyhogy... Mi is pont így elcsíptünk egy ilyen kis időszakot a Bakonyban, egy nap volt, de nagyon nagy volt, nagyon szerettük, aztán most, hogy véget ért a hát szünidő vagy pihenés, hát annatok kezdve meg minden nap esett, tehát hogy így tök jó. Gyerekek, viszont most minusz 10-eket mondanak, úgyhogy a seggetekbe fog fagyni. Igen, és azt a hallgatók, mert ilyenkor már nem fog esni a hórtát. Eltört a bérlettokom reggel. Igen, ez de azért, mert elégtél. Hagyjamatom a hidegben. Milyen hideg volt? Olyan hideg, hogy eltöltöttem. Kimaradt éjszakára légy. Igen, meg a pizé mocska a kanyarban. Jó, de várj, ez éjszaka lesz. Tehát ez nem nappal lesz ennyi. Valahol a hegyen. Tehát valahol fönt a hegyekbe, a medvék és farkasok között ül egy csávó majd hőmérővel. Hát azért az még nem annyira. Nem, az kibírható. Az nem rossz. Nappal -3, és akkor én -6, -9-eket mondanak, hát nyilván zabarban. Az éjszaka. Zsülci, az éjszakát látod. Január van, tehát hogy azért annyira legyen ne csodálkozzunk. Hideg. Ne örüljünk neki, hogy ez van, és nem pedig megjön ilyen latyakos dzsúvás. Mert azért abból is kijutott most decemberben. Igen. Nagyon sok SMS, gyerekek, már így korán reggel, hát milyen helyesen, képzeljétek el. Ez most élő, mondd be, Bali, a pontos időt, 6 óra 10.
Na, úgyhogy ezt is föl tudjuk venni. De ezt is föl tudjuk venni egyébként, igen. Na már ideje volt, jó reggelt, hiányoztam, kérdezi Barnabás, igen. Jó reggelt, bujék, drága fiúk, csak miattatok keltem fel ma korábban, reggel 5 óra 58 óta itt toporgok a konyhában, nagyon hiányoztatok, puszi Kriszta, engem nem vertek át, ez tuti tavalyi bestop, üdv nektek és bujék. Na végre, hogy visszatértetek innentől, elviselhetők a reggelek, köszönjük, hogy vagytok és toljátok, boldog új évet kívánok, Sanyi küldte nekünk, köszönjük szépen, és hát rengeteg Viber üzenet, mert így ezek van. Még csak SMS-be jöttek. Szépen, köszönjük. Jó reggelt, Robika is írt nekünk, ezt nem tudom. Rossz hír, bocséknak, igen, visszatért. Igen, nem tudom, hogy ez az a Robika-e, vagy nem, de minden esetre jó reggelt neki is, úgyhogy... Itt vagyunk gyerekek újra. Karácsony rendben volt, szilveszter, mi lett, petárda üzem, felrobbantottátok Velencét. Na, hogy ne, igen? Tavalyról maradt, hat darab, elfelejtettem visszavinni, ez az üvegben rakós, vagy leszúrós darab. Az annyit megtartottuk, hát fiam. Ennek persze nem jár lesz autóságban. Bármit csinálhatsz vele, úgyhogy annyi, de nem sikerült újabbakat beszerezzünk, a nagy szokásos tűzijáték az nálunk elmaradt, viszont az történt, hogy ugye nem lehetett este ott maradni, mert nálunk mindig úgy van, hogy ott, ahol mi lakunk, lehet házakat bérelni, és akkor a családok, akik jönnek hozzánk, is kibérelnek egyet, tehát vagyunk ezren körülbelül. Na most nyilván ugye nincs kiadás, tehát nem tudtak ott aludni. Ja, 110 még mielőtt valaki megírná, és el vannak szeparálva egymástól. Igen. 110 volt. Nem mi, de mondom, hogy most idén nem, napközben voltunk, tehát oké, felállítottuk a parti sátrat, befűtöttük napközben, a móka este 8-ra mindenki eltakarodott, a BK-val állunk ketten szilveszterkor, egy-egy kölyökpezsgővel a kezünkben, és 10 gyerekkel, mert a gyereket meg mindenki ott hagyta, érted? Ott maradtak a gyerekek. Hát persze, mert ugye a gyerekekre nincs korlátozás, tehát 14 év alatt, ugye nem számol bele. És akkor mi még ott billegtünk este 8-kor, hogy megy el mindenki, de jó lesz, érted, kis család együtt, és akkor jönnek oda azok, akiket meghívunk, és mondják, hogy te figyelj, a srácok olyan jól érzik magukat, majd holnap visszajövünk értük. Hát mondom, jó, hát maradjanak, mert most mit mondasz? 10 gyerekkel. Hogy takarodjatok haza a gyerekeitekkel, a kölykeitekkel. De ez tulajdonképpen jó. Jó volt, de nem az igazi szilveszter. Hát ez már nem az volt, mint régen. De abban is hagytátok a dajdajozást, ahogy kellett? Nem, hát hajnali 2-ig mi megvoltunk. 2-en meg a 10 gyerek. De hát most érted a BK-val. De a többieknek 8-ra haza kellett érni. Persze, ők elindultak hazafelé, tehát minden felnőtt hazament, és akkor ott álltunk szépen 10 gyerekkel, kölyökpezsgőket durogtattunk, aztán még ezek 2-ig el voltak. Akkor mi eldöltünk, mondtuk, hogy szórakozzatok, kaja a hűtőben, majd lesz valahol. Nálunk a korábbi évekhez képest kevesebb volt, de azért volt egy ilyen masszív 20-25 perc éjfél után, amikor mindenki felőtt a saját kertjéből természetesen. Így van. A mi kertünk fölé a petárdákat, és de nem volt vele különösebb probléma. De most végül ez lehetett, vagy nem lehetett? Vagy mi volt lehetett, az utolsó? Az utolsó az volt, de hogy hát, lehetett. Tudod, ez Lőrincet, itt ugye, tudod, a törvények. Mindenkinek saját törvénye van. Itt az utca törvénye van. A beszerzés volt a gond, mert a szokásos kis ilyen bódék, tudod, ez a konténerárusító hely, azok nem voltak. Tehát az betiltották. Igen. Ha akartál venni, akkor el kellett menni valami hivatalos nálunk, helyre. Nálunk az a szerencse, hogy van egy egész évben üzemelő. És akkor oda bármikor bemehetsz. Hát ők ezzel foglalkoznak Istenem, egész évben hivatásszerűen, tehát hogy nem ilyen, nem ez a konténer, lepakolom, és akkor ünnepkor összepakolunk és elhúzunk, nem, hanem ők egész évben tolják. Hát dobhattad volna a címet. Mit? Hát dobhattad volna. Hát azért nem is nagyon de egész évben árulják a cuccot? Igen, ők. Az milyen van ő, hogy és ellövöd valamikor május elsőjén? Hát születésnap, akármicsoda névnap, házassági évforduló, akármi, hát arra azért szoktak tűzijátékozni, azt is meg kell venni valahol. Akkor most már tudjuk, hogy Lőrinc a bázis. Ja. Jó, mondjuk ilyenkor mi azért mindig beszoktunk zárkozni, hogy a kutya is van, a cica is van, akik lapos húszásba közlekednek már az első petárda durranás után, úgyhogy de ettől független, na. Ha valakinek erre van ingerenciája, vagy szeretné, vagy ettől jobban érzi magát. Általában ezek fiatalok. Már kicsodák, akik durroktatnak? Igen, én azt gondolom. Ez egy tök érdekes dolog, mert mi tűzijáték rajongók vagyunk. De ugyanakkor van két macskánk, meg én imádom a kutyásokat is. De valami konszenzust azért lehetne, tehát itt azért nem az van egész évben, hogy mindenki éjjel nappal... Igen, tudod, nem az van, hogy mindenki éjjel nappal durroktat, és az összes állat... Férjen bele, hát én azt most... gondolom, hogy egy 364 napon ne csinálja senki, akkor éljenek a kutyások. Ha ilyen 364 napon kezdve beleépek a kutyaszarba, akkor egy napot bírják már viselni, hogy én megdurroktatok, érted? Sajnos ebben is van jelenságon. Tehát rögtön hétfő reggel. Én sem akarom betiltani a kutyákat a harmadik kutyaszarba lépés után, bírják már elviselni. Kutyásként sem tudok ezzel vitatkozni, mert a baleset velünk sokszor megesik.
más gazdik miatt, úgyhogy ezzel nem lehet vitatkozni. És még így is ők vezetnek 364 kontra 1-re, úgyhogy... Meg szerintem egyébként a felelős kutyatartó az egészében készül erre, idézőjel persze természetesen, és amikor eljön a pillanat, akkor szépen bezárja, és úgy zárja be azt a kutyust, hogy lehetőleg ne tudjon elszökni. Na. Igen. Na, így. Igazsága van. Na jó van, de akkor dúrogtattatok egy keveset. Dúrogtattunk, de nagyon visszafogottam, hogy mindösszesen 6 pukkalás volt. Nincsen nálunk, mi szeretjük egymást. Kézbe felrobban, szemébe belelő. Nem. Nálunk nincs ilyen. Itt nálunk a szeretet régi dominál. Régi sérelmek nem jöttek kézbe, hogy nem dobtak be valakit a fagyottóba. Persze, hogy azt a murcis bort baba is megitattad velem. Nem, nincsen. Mire azt hiszik, amit hoztam, miért ezt a szart? Nem, nálunk jó hangulat van. Hát a Jézuska remegett meg egy kicsit. Na, a keze? Megremegett? Miért? Muszlimok lettetek? Nem, de hogy lettünk muszlimok. Hanuka volt? Nem, úgy van, hogy 23-án észre, 24-én reggelre van itt ugye a Jézuska a fával együtt, mert 24-én délután már megyünk anyósomékhoz. Aha. Na most ez nem volt, ez az anyósom rész, mert a mama letiltott mindenkit. Halkai edzem meg, hogy 25-én a teljes pereputy nálunk megjelent, és kérdeztem, hogy anyuka, ne haragudjon, hogy maguknál nem fertőz senki, vagy maguknál fertőz mindenki, itt nálunk meg nem. Hát a jó velencei levegő, az elviszi. Jó, mondjuk kín voltunk, ez tény és való, hogy külső rendezvény volt. Na hát és akkor 23-án este már megy az imádkozás a gyerekeknek, hogy feküdjetek le, mert ugye reggelre a Jézuska meg minden. Na, nagy nehezen éjfélre érted, beraktuk a két gyereket az ágyba, azok teljes transzba voltak, hogy 24-e reggel itt a Jézuska, a békának ígyunk egy ízét, egy italkát, amivel fölvezetjük magunkat, és akkor kezdjük el, hogy a Jézuska megérkezzen, óriás csendbe előszedni az ajándékokat, fát behozni, díszítés, egyszer csak hallom odafönt, hogy nyikorog az ajtó, ja. Mondom. Anyos a térde. Nem, szerencsére a mama nem aludtott. Hát Soma megébredt, akkor még ezt tudtuk oltani, hogy jó, kicsi még nincs itt se, aludjál. Meg volt a fadíszít, és hajnali 2 óra, mondom. Mikor a létrának egy csúcsziszel elég kiábrándító. Igen. Csász, besegítek, elment, hol a Jézuska, a WC-n van, én addig besegítek neki fel, megkérte, hogy rakjam fel a csúcsziszel. Csak azt a boxet húzd már föl, mert fél segít, kirátszik. Vagy húzd lejjebb, mert pont bevág. Igen, hogy már csak az úgy csúcsdísz nekem kellett föltenni, és akkor hajnali 2, pont leültünk a békával, amikor megjelent Soma gyerek. Na, ilyenkor mit csinál jó szülő? Ó, nézd, hát mi is elaludtunk itt a kanapén anyáddal, közben megjött a Jézuska. Igen. És ez itt a kezemben, ez nem is egy tíz a kezemben. Ezek a dobozok, és ez nem is egy girland. Jaj, el is dobom, jaj, belerakta a kezembe. Jaj, Istenem, jaj, de kis pohókák. És a gyerek csak annyit mondott, hol a kvadom. Igen, amit megint nem kapott meg, szerencsétlen gyerek. Idén megint nem jött meg. Kaptál megint csatogos lepkét. Hú, akkor megpróbáltuk eltenni, hogy akkor... Mégiscsak aludjál pár órát, nem sikerült, Béka elkezdett vele valami filmet nézni hajnali 2-kor, a Béka elaludt, Somi fönn volt, majd azt veszem észre, hogy 5 órakor ott áll az ágyam mellett a gyerek, és így nézi. És tekintette nézi. És bököd, igen. Hogy megjött. Egy momo állarcban, tudod, vagy mi az. És sikoly állarcban. Nem, most már tényleg meg kell mondani a gyereknek, hogy felszegezték a rómaiak, és hogy azóta és nem semmi. Többet. Felejtsd el ezt az egészet, mi vagyunk, tudja, mind a kettő biztos. De mi meg szeretjük ezt itt tartani, vagy itt csinálni. De akkor meggyőzhető volt még? Még meg. Vagy már, most már kicsit billegni kezdett. Biztos, hogy szerintem a Muki tudja, Pany ezt tudja már dolgot, ott az biztos, ő már célozgatott is rá, hogy hagyjuk a francba ezt az egész izét. Mondtam, hogy az öcséd miatt viszont tart. De nem mondtad nekik, hogy akkor már, hogy feküdjetek vissza, és akkor... 5-kor már hova mondjad? Akkor, na jó, még egy beledítálhatta volna, egy mák teát az egyikben, a másik mondjuk, hogy egy pálinkás kenyeret, érted? És... visszafeküdt volna. Igen, nincs annál kiábrándítóbb, amikor 5 órakor már fönn vannak a gyerekek. Á, ugye? A 4-7 kor már mindent megcsináltál, mindent megépítettél. És vége. Mindent eljátszottál, és még mindig csak 6 óra 12, ahogy szoktam mondani. És hosszú lesz ugyan. Sétálunk egyet, vagy mi lesz? Hosszú lesz ugyanap, igen. Ja, Istenem, hát nagyon sok köszöntő SMS közben egyenként nem is tudjuk beolvasni, drágák vagytok. Még egyszer akkor így bújjék mindenkinek. És akkor elkezdjük egyébként, jó későre jött ez most ki ez a kezdés. Én ezt szerettem ezt a január 11-et. Tehát nagyon. Úgy kezdjük az új évet, hogy már szinte január felénél vagyunk, nem? Azért ez így egészen, hogy is mondjam, csak komfortos, vagy elviselhető. Pedig csak egy hetet vettünk ki, ugye a január első hetét, de így valahogy azért egészen más, mondjuk január 4-én nekifutni a kiégett, sűrű, hosszú, hideg januárnak, amik szoktak lenni. Már a fele elmentünk. Már a fele, már a felén túl is vagyunk. Már szerintem a felén túl is vezessük vagyunk. Be minden nagyobb ünnepre. Jó. Húsvétet kicsit megtoljuk.
Azt megszoktuk egyébként, azt megszoktuk. Hát a húsvét hétfő, meg a húsvét péntek az ugye ott a munkaszüneti nap, és akkor a rákövetkező hetet azt megszoktuk. Na hát, de most az előttem levőt is. Nyugi, már átnéztem. Nyugi, tudod, hogy ebben vagyok. Tudod, hogy ebben jó vagyok. Fejből mondom 2021 ünnepeit, négy napos ünnepeit. Jó lesz? Ne, annyira nem. Nem lesz. Nem. Sajnos nem lesz jó, sok minden esik hétvégére. Igen, igen. Több egynapos ünnepünk is sajnos hét szombat vagy vasárnap, úgyhogy ez nem annyira szexi. De lesz azért négy napos ünnep, lesz három napos ünnep, de ez nem a csúcsok csúcsa lesz a 2021-es év ebből a szempontból. Egyből kettő állami ünnep, az már hétvége. Az nem jó. Mert az ugye vagy péntek, vagy hétfő, az már egyből egy háromnapos hétvége. Vagy valamelyik nap hétköznap is, akkor az egy nap. De ezeket most egy picit benéztük. Úgyhogy egy ilyen közepes év szabadság szempontjából. Én tudok kötelező. Augusztus 20-21-én ünnepelni, ha kell. Ugye? Tehát ha a 20-a vasárnap, jó. Én nekem jó, hogy 21-én érted azt mondjuk, hogy akkor van új kenyér. Jó, meg én megeszem akkor is. Ugye? Nekem az a sószli, az jó tud esni. Nekem 22-én is jó az a 21-i kenyér. Kicsit száraz, az is jó. Igen. Baj az. Teljesen mindegy. Igen. Szerintem velem együtt sokan nem örülnek, hogy ilyen későn kezdtetek. Oké, gyerekek, értjük ezt, írta egy hallgatót, Smiley-ellel, aki már ugye egy picit morgolódik. De hát a helyzet az, hogy azért egy kicsit nekünk is kell pihenni. Fonyodról, Balaton fegyvesről is hallgatunk benneteket. Jenő küldte nekünk, köszönjük szépen. Vérteszülősről Szegedig jól járható az autópálya, Szegeden havas eső. Bujék újra veletek, ez pedig Gábor küldte nekünk. Köllöttetek, mint egy falatkegy. Jó, köszönjük szépen. Meddig maradnak jó. Most, mit mondott mi atyánk, főnökünk, s vezérünk, pártunk, s kormányunk? A lezárások, nagyon szeretnék szaunázni egyet. Mi a vegyél otthonra. Nincs hangulata. Így van, de akkor szólj azoknak a kis haverjaidnak, a vállalkozó körnek, akikkel együtt szoktál szaunázni, hogy valakihez járjatok. Valaki nyitassa már ki. Február 1-ig még nem lehet. Február 1, most az új most már nem egy hónapot vertek ránk, mint eddig, ugye, mert mindig így egy hónapos hosszabbítás volt. Most január 11, máig tartott. Igen, azt mondtam, hogy hosszabbítottak, csak nem volt bennem, hogy meddig. Tehát, február 1. Annyi cikket olvasják, az ember február 1. És szerintem még fognak. Mert én semmit nem olvastam, és ugyanaz van, mint eddig volt. Ennyi ugyanúgy a lezárás, ugyanúgy 8-ra otthon, ugyanúgy nem mész még étterembe, nem mész még edzeni, nem mész még edzőterembe, nem mész még moziba, tehát minden marad ugyanúgy, csak én is olvastam, hogy meddig, csak nem emlékeztem. Február 1. Február 1, aztán majd onnan még egy hónap valószínű. Igen. Hát meglátjuk, hogy mi történik a laboratóriumban. Laboratórium. Ausztria. Igen. Arra azért készüljél, hogy a gyerek otthon lesz továbbra is. Ja, hát ez egyetlen. De nektek nem nyitották meg, igen. Figyelj, a gimisek maradnak. Igen. Nincs középiskola, óne, zéro, nuku. Csak nyista. Mondom, hogy mindennel együtt nekünk ugye voltak otthon kis egyedi problémák is, illetve nem annyira egyediek, hanem mert mások is belecsúsztak ebbe a dologba elég bőven. Ebben az évben egy hónapot volt a lányom iskolában. Na, de ő ezt szereti, tehát hogy ez neki jó, igen, nem? Igen, csak ugyanakkor meg, hát ugye olvastuk, hallottuk, hogy egy diáknak a kezdeményezésére most elindult az, hogy méltányosság alapon ne kelljen mindenkinek érettségizni, aki nem akar érettségizni, az kapjon majd egy olyan jegyet, amit az alapján adnak, amilyen szinten ő produkált az iskolában az online tanítás alatt. Ugye most ez egy ilyen, beadtak egy ilyen petíciót, mert több mint 20 000 aláírták, én ezt tök jogosnak tartom, figyeljétek, tehát hogy egy hónapot volt a gyerek iskolában. És az online oktatás, na, hát azért tudjuk, hogy milyen szín. Erről nem a tanárok. Nem, tehetnek, hát, erről nem a egész egyszerűen nem lehet úgy nem átadni lehet. A dolgot. Nem. De akkor egyébként az is igazságtalan jegy lesz egy kicsit, érted? Hogy nem kell leérettségizned, megkapod azt a jegyet, amit az online oktatás alatt megszereztél. Hát online oktatás alatt most nem azért, de szerintem a diákok 80%-a. Igen, csak ez egy nagyon erős kényszerpálya, tehát hogy itt tudjuk nagyon jól, hogy ez nem a gyerekeken múlott. Nem is a pedagógusokon. Akkor nem kell majd készülniük meg ilyen. Ők jobban örültek volna neki szerintem. Főleg egyébként a továbbtanulásra készülők, azok, akiknek nagyon-nagyon fontos lett volna jobb, vagy fontos lett. Hát nekik meghaladni a lehetőséget, hogy érettségizzenek, de az sem lesz ugyanolyan. Az sem lesz ugyanolyan, mert egyszerűen nem tudtak úgy tanulni olyan színvonalon, ahogy kellett volna. De akkor azt is meg kell adni, hogy a felvételinél is legyen egy ilyen csökkentett valami pontszám, érted? Tehát, hogyha... Ezek mind jó témák, persze. Ezeket meg tudjuk majd így szépen beszélgetni, ez így pro és kontra. Minek hoztad be ilyen korán? Nem, ez jogos, de dumáljunk róla, mert ez láttam a kislány petícióját, igen. Nem fogják elhalasztani, ezt most megmondom. Igen, de ettől független van jó a dolognak. Tehát ezt ti is tudjátok, szülőként is tudjátok nagyon jól, hogy nem ugyanaz a szint. Egyszerűen nem is lehet hozni azt a szintet. De nem is fogják ugyanazt kérni, szerintem. Nem fogják ugyanazt a szintet kérni. Uh-huh. Nem?
Érted? Ha én érettségiztető tanár lennék, akkor mint ahogy nem vagyok, vagy de, aki de összeállítja akkor... az érettségit, hát tudod, hogy mi van mögöttünk. De akkor ugyanúgy nem él meg az az érve, amit az előbb mondtál, hogy az, hogy nem lesz ugyanolyan szintű, az a jegy. És pont azért mondtam azt, hogy akkor viszont ugye a felvételi szinteket is oda kell vinni, ahova az érettségi szintet vitted. Tehát tavaly be lehetett jutni, nem tudom, 400 ponttal valahova, most az 300-zal már be lehet majd jutni. Érted, hogyha azt átpontozzák, az érettségit könnyebbé teszik, valami megoldást kell találni, mert van egy komplett generáció, van egy negyedik osztályos érettségiző csapat. Aki az online tanulás már harmadik elkezdte, hiszen már áprilisban, már áprilisban online úgy tanultak. Van. Úgy van. Egy éve úgy tanulsz, és tökre igazad van, nem lehet úgy átadni, ha bele dög lesz, akkor ez se. Az. Sehogy. Igen, ez egy érdekes ez dolog. Egy ilyen generáció igen. lesz. De hát volt már olyan generáció is, ahol, mit tudom, jó képviselők lettek nyelvvizsga nélkül is, nehogy nem jön példákat. Tehát, hogy... Sok generáció fölnőtt már sokféleképpen, úgyhogy megoldják ezt. Így megoldják ezt ők. Minden esetre érdekes, igen. Hát, de már tavaly lehetett érezni, hogy könnyebb volt az érettségi. Azt mondták igen, ugye az áprilisi igen. lezárások miatt, hogy már egy kicsit az érettségében úgy, hát hogy is mondjam, nem ez volt a legnehezebb. Hát most azóta még egy évet eltöltenek online, illetve az akkori harmadikosok most föllépve negyedikben még egész évben online vannak, hát akkor lehet, hogy a konkáv és konvex szögekből írnak majd a tompa szög, hegyes szög, homorú szög, nem? Ami nem káv, miket ezt veszi a gyerek éppen. Hát ebben mi mindig ott vagyok, jó matek, valamit éppen vesz. Igen. Az jó, csak bírsz követni jövök. Majd igen, a tempót. Felfrissítették a tudást? Nem, most szereztem. Igen, most néztem utána. Igen, a tompa szögek. Egész izgalmas hangzik, állítólag én is tanultam. A tompa szögeknek, a hegyes szögeknek, a derékszögnek, a konkáv és konvex szögeknek izgalmas dolgokat tanul a gyerek, úgyhogy ez muszáj volt velem átnézni. Na jól van, gyerekek, ennyit előjáróban, még nagyon sok téma nyilván, nagyon sok minden esetben, már látjuk itt, hogy miket így küldözgettek ti is. Szerdáig még... biztos, hogy lendületben leszünk, aztán szerdáig ne ígérje túl sokat. Ígérd a keddet, az a biztos. Igen, kedd az már messze. 3-4-10. 3-4-10-ig még simán kitartunk, aztán én azért megbicsaklok majd egy kicsit. Na de hogy szóval igen, sok téma van, ami még itt aktuális, úgyhogy beszélünk majd mindenről. Jó? Azt, hogy de jó, hogy újra vagytok, kényszerből egy másik rádióra kapcsoltam, nem bírtam sokáig, azt hiszem 15 perc volt, Sopron és Kőhidai határ elesett, Kópház felé kerüljetek, vagy Kópháza felé kerüljetek, Hanszék szivatnak rendesen, írt egy hallgató, ki nem így írta, csak átformáltam egy picit. Azt mondja, hogy nyilván nektek is kell a pihenés, de akinek a gyerekei már 5-6-kor fent vannak, annak megváltás, hogy végre vagytok Reni. De miért ez, hogy kell képzelni, leültetted a gyereket a rádió mellé, és hallgasd a Balázsékat? Persze. Hát szórakozzon a gyerek. Ja nem, értem, hogy fenn vannak a gyerekei, ezért ő fenn van, és ő hallgat minket. Azt hittem, hogy ő alszik, tovább is leülteti a gyerekeket. Igen, hogy... igen, és anya alszik, mesél, egyet figyeljetek. Okuljatok egy kicsit, gyerekek, igen. Így van, ha nem szarulsz, ilyen leszel. Igen. Na jól van, oké, és akkor újra indítjuk, mi lesz, még egy évet játszunk? Elindítjuk még ezt a játékot? Nyomjuk? Szerintem igen. Vigyük eddig, amíg rádiózunk. De most nem, ez egy olyan állandó, mindenkinek az életében van állandó van. Dolog. Hát nekünk is legyen már egy ilyen. Legyen ez a játék egy állandó. Most ne temessünk, ne találjunk. De és azért a vége tavaly is izgalmas lett, és ki is kaptunk. Igen. Egy ponttal. Igen. Ez a Star Wars film Jedik nélkül. Na, értem, hát az meg milyen. Igen. Hát, ha már előjött eszembe, végignéztem, ledaráltam végre a Mandalorian-t. Úristen, de jó volt. Félelmetes. Ez a Baby Yoda-s cucc? Hát igen, igen. Aki mi így ismerjük, jó, tudod, akik nem nézünk. Igen, azt mondtad, hogy jó, le kéne szednem nekem. Szabad elmondani. Nem akarok semmit elmondani belőle, mert minden része kincs volt. De ez letöltős, nem stream szolgáltatós, ugye? Letöltős, igen, ez Disney. Ez Disney Channel, azt hiszem, most nem vagyok 100%-ig biztos benne, de hát ha valakinek hiányérzete volt a Star Wars le. Filmek kapcsán, és Encore-ról. És hozzá tud férni a sorozathoz, akkor mind a két évadot szedje le, nézze meg, és decembertől állítólag Boba Fett krónikák. Most lesz, most valami 20 új Star Wars sorozat lesz még, olvastam. Az HBO Max, meg a Sam Warner, hát, vagy nem tudom, Disney, nem az Disney, ugye? Igen. Csinálnak még valahova. Boba Fett figurát olcsóban lehetett megvenni, hogy filmet gyártsanak? Vagy de miért figyelj, kell jó, a Boba Fettből? Én azt hiszem, Boba Fettnek hogy ennyi is. Volt a szerepe. De micsoda szerep volt? Tök jó, igaz, tök jó. Meg egyszer visszahozta Han Solót valahonnan. Rengeteg kérdés bizonytalanságot, hogyha volt benned ilyen a Star Wars univerzummal kapcsolatban, helyre tesz,
a sorozat, egyrészt, másrészt meg ezek a figurák, hát hogy annak idején, amikor ezt az egészet kitalálták, ott még a mellékszereplők is izgalmasak voltak, vagy izgalmasabbak, mint az újkori Star Wars filmeknek az új hát ezt a Boba Fettet ezt nem adom. Nagyon, nagyon jó. Még ott is, ott a gyerek Jódát adom, megint. De Boba Fett, akinek nem tudod az arcát, tehát ugye nem láttad meg két ilyen zöld acéllemez van abban, hogy lett Boba Fett? Oda kovácsolva. Hogy egyszer tud repülni, ez csak két része, hogy megszereli magának a rakétáját. Amit egyszer megütnek, azt akkor elmegy. Azt jó napot kívánok. És még a Sherlock gyomrába élt még ezer éve. Igen, ott emésztődött. Ott Babba is van még legalább két év. Tehát, hogy ül és emésztődik. Ül, emésztődik, ez két rész. Az, hogy ilyen dolgok, ilyen toposzokat, mint például Sherlockot is visszahozzák, említés szintjén legalábbis a sorozatban, hát az is zseniális. Zseniális. Na már leszedem, most már ezt nekem is meg kell nézni. Én is jót hallottam róla. Nagyon jó, nagyon jó. Akinek ez még így kimaradt, és bármilyen szinten is vonzódik, és nagy csalódás jelentetek számára a mozifilmek. Jar Jar Binks és a többiek. Na, ez az, ami nincsen benne. Hál' Istennek. Majd lesz egy sorozat arról is, Jar Jar Binks-től. Na igen. Patrik is nagyon jót küldött nekünk, én leszarom, mikor kezdtek, írta Patrik. Köszönjük, Patrik, szerintem szeretünk. Nagyon jó, őszinte hallgatókat szeretjük a legjobban. Köszönjük. De nagyon szerette volna, hogy észrevegyük, mert Viber-re és SMS-re is elküldte, úgyhogy ez nagyon helyes. Észrevettük az SMS-ét. Igen, annyira leszarom, hogy mikor kezdünk, hogy elküldted 6-szor. Így van. Na jól van, gyerekek, fél hét van, pontosan lehet akkor jelentkezni az évad, a 2021-es év első megrázóan eredeti fekete-fehér, igen, nem ére. Igen. Felfoghatatlanul eredeti, jó. Megrázóan eredeti. Szívjátok fel magatokat, most még van esélyetek. Igen, most még egyelőre 0-0. Jó, úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után, fél hét múlt, pontosan egy percen. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3-7 lesz, pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó újra reggel. Élőben már hello. Itt vagyunk. Hello, drága hallgatók, köszönjük szépen azt a sok-sok üzenetet, amivel elárasztottátok a falunkat, a Viber üzenő falunkat, az SMS falunkat, hogy hiányoztunk, jó, hogy itt vagyunk, hogy bujék, és hogy milyen jó, hogy jöttünk. Köszönjük szépen. Azért ez mindig kicsit így jó lesik. Meglök köszi bennünket, szépen. Vagy belöki azt az ominózus szekeret, amit nem nagyon kell lökdösni, de azért ez egy jó leső történet, hogy ennyien írtok nekünk. Köszönjük szépen, hogy mennyire vártok bennünket. Mi mindig azt gondoljuk, hogy a best of azért az valamennyire kárpótol benneteket, de aztán mindig rájövünk, meg is írjátok, hogy oké, hogy van, meg szeretitek, nagyon jó anyagok, nagyon régi anyagok mentek, de hogy azért az élő az igazi. Mi kicsit abban a hitben megyünk el, hogy jó, hát úgyse hiányzunk, hiszen itt vagyunk. Persze. A hangunk itt van, régi jó anyagok itt vannak. Akkor is megyünk. De ha hiányzunk, akkor is megyünk, így van. Nem fog vissza. De hogy azért ez így ebben a formában mindig nagyon van, jó lesz. Van, hogy milyen jó volt best of-ot hallgatni, egy régi, csomó régi sztori kijön belőle. Na, mondjuk ő egyedül van. Fel is tett néhány kérdést. A best of alapján. Mi lett azzal az Icarus busszal, amit Jani akart megvenni Janinak, ha leteszi a jogsit? Mi lett a Klassz FM egykori üvegstúdiájával, amit Jani akart megvenni a farmjára? Kivette el Janis lagjának a szüzességét, megkapta Józsika a mindent látó messzelátót, elkapta a Feri az aranysakált, ugye ezek mind a best of-ban voltak, és hát ezek további ilyen nyitott akták nálunk legalábbis, amire még így nem került. Nem került pont. Na, mi legyen az új szabályrendszer, gyerekek? Mert itt azért... Ne. Még mielőtt tovább megyünk itt kevésbé fontos dolgokkal. Hol hát a sajtom? Tessék? Hol a sajtom? Ezt szórakozzál már. Négy hónapos sajtot kell hozzak neked. De hozok a izéből. Na, ugye elkezdtem a karantén alatt sajtot csinálni, igen. És ígértem nektek, hogy lesz egy... Rákóczi tej velence. A Rákóczi tej velence. Lesz közös sajtunk. Lesz, nem, az az... Hello. Nem? Hello, nem, az hello. Volt, hogy kapunk egy egészet? Egészet nem tudtok kapni, mert megvágtam a 6 hónapos sajtot. Figyelj, olyan, hogy megőrültök, holnapra hozom. Holnapra hozom. Egy olyan fotót feltett róla a Feri az Instagram oldalára, Rákóczi alsóvonal Feri, és figyelj, letérdeltem tőle, hogy néz ki. Tehát kinézetre az a sajt, az egy nagy díjas termék. Csak mondom, hogy nyaltam a kijelző. De hogy... Nyilván. Tehát, hogy... Ami. Fél, tehén? Gyönyörű. Persze. Tehén? Hát nem, mert sokat fogy, azt látom. Igen. Nem, most egy kicsi felszaladt az ünnepek alatt, azt le kell dobni. 2 kilót hisztem. És 2 csak, kettőt. De jó neked, szerencsés vagy. És a lényeg az, hogy az érlelt sajt iszonyatosan jó lett. Kicsit túl is érett egyébként, úgyhogy már csak ilyen reszelésre való, olyan, mint a parmezán, fűszerezésre. Azt nem tud, nem de tud, most nem elkezdtem az újakat csinálni. Fó, jó, gyerekem. Ne felejtsd, de hogy 2 éhes szája tetetek. Igen. Még abból az egyik tejérzékeny, úgyhogy ő kiesik, de a másik nagyon szereti. Ez már elheti olyan idős sajt. Jó, van, hozzad csak, jó. Tudod, elfér. Tudom én, de egy jó rendben. De lakózmentesből is próbálkozhatsz, szerintem. Hagyjál már békén, az nem az lesz melósabb, jó soha. Igen. Igen, ahhoz hát kell valami vannak plusz. Vannak dolgok, igen, tőlem is kérdezgetik például ezt, hogy vegán tiramisu, tudod, hogy
Tehát vannak dolgok, amikben azért vannak dolgok, amiket nem kell erőltetni. Igen. Amiket nem kell erőltetni. Na, mi úgy jó, ahogy van. Eredet, a vegán meg egyen mást, nem? Így van. Ne egyen tiramisszút. Hát nem, srácok, nem lehet. Hát én most vettem ilyen vegán sajtot a gyereknek. Hát azért na, fűrészpor ahhoz képest egy ehető termék. Vannak már ott is jók, csak... Azért. Törik, érted? Nem hajlik, törik a sajt. Ilyen lapra bontva vettem, szerintem jó minőségű, legalábbis az ára alapján azt gondoltam, hogy ez más ezért kocsit vesz. De mondom, jó, hogy gyerek a sajtot akar. Nem látják, hogy a fenyőfa. Látták, hogy parkolok be a spárparkolóba. Jön! Táblacsere! Marika, árazd át a vegán sajtot, megjött a Balek. Hallottuk a rádióban, 27-et fizetett egy fenyőfáért, ez megveszi 3000-ére a 800 forintos vegán sajtot. Fura volt, mert még ott szaladtak oda a vegán sajtpulthoz, ketten kicsit ott matadtak, de mire odaértem, már nem volt ott. Gyorsan előre adták a régieket. Nem volt gyanús a fogadóbizottság, hogy lassítsanak, megjött az üzletvezető. Ó, Balázs, nagyon örülök, parkol. Csináljátok már! Árazzanak, megjött. Egy-kettő van, ami szerintem hát, már na, azért igen. Hasonló szintem, na abból hozok. Hozzá majd, mert mi nagyon át kell, hogy álljunk a kicsinél, mert nagyon, nagyon tejmentesen kell, hogy egyen. Hát mondom, nekem beletört a fogam. Tehát ilyen lapra volt szerelve, tört, és ilyen fűrészporizú volt. Hát mondom, ezzel még nem vágom át a gyermeket, hogy ez csak az igazi. Amikor azt hallod, hogy ez olyasmi, mint a sajt, az a vegán sajt. Tehát, hogy így, na. Viszont erősíti a fogakat, ugye? Igen. Hogy kemény. Jó, hát azért a sajt egyik alapterméke, vagy alapgyártási terméke azért az a tej. Hát azért ez így találták ki sok száz évvel, a tej nélkül nem, ugye? Hát azért csinálj meg egy jobb sztéket hús nélkül. Hát meg tudod, csak ne úgy hívd, és nem az lesz. Egyébként más minden, te bárminak is. Más minden klappol benne, más minden klappol, csak nem mond sztéknek, meg nem mond műhúsnak, mert hogy nem hús. Most vettünk egy olyan reszelt vegán sajtot otthonra, ami amikor megromlott, benzin szaga lett. Én nem hittem el. És nem hittem ment el. Vele a Honda egy 100 kilométer. Jó, ne legyenek illúziói, nagyjából a trapista sajt reszelve egy kilós 100 forintért a lángos nagyjából hasonlóan benzol és benzol a termékeket eszel. Valószínűleg valahogy azzal csinálták, nem? Igen, borzal, de olyan benzin szaga lett, hogy ez egyszerűen nem hittük el. Borzalmas. De vannak ott próbáld is azért jó minőségűek, majd... Holnapra hozok egy olyat. Jó, úgyis már megyek. Hogy ismerjem meg a márkát legalább, és akkor tudom, hogy mit kő venni. Na mi legyen, gyerekek? Sokan felvetették, hogy oké, megnyerték, de hogy ne szaladjanak el annyira, egy nagyon egyszerű szabálymódosítással sima 2 pont, ha nyernek. Illetve, ha mi mondjuk ki esetleg a tiltott szót, akkor azért megint 2 pontot kapnak. Érted? Tehát, hogyha lejátszuk és megnyerik, akkor sima. Viszont ha mi hibázunk és kimondunk egy igent vagy nemet, az 1-ből 2 nekik. Egyébként, ha ők nyernek 2, ha mi nyerünk 1. De nem várunk egy picit, hogy legalább ez az év, hogy érted? Hogy nem tátosodtak meg valószínűleg, hát nem lettek jobbak. Viszonylag korán már leeresztettétek, kedves hallgatók, ezt a dolgot, úgy tűnik. Igen, nem, mert hogy ne legyen az írja a hallgató, és abban igazán, hogy májusban, mit tudom én, 103-72, és akkor megint majd a második fél évben bonyolítjuk a dolgot. Jó. Hanem, hogy így egyből elindulunk úgy, hogy megnyeri, kihúzza a 2 pont. És még egy pici nehezítés, hogy ha mi kimondjuk, akkor megint akkor 2 pontot kap. Hát az ugyanúgy oké. Tehát az ja, az mégis ugyanaz. Nyertek. Ja, igen. Ez tényleg, ez hülyeség, ez nem jó. Aranyos, még egy pluszavar beletett, de ez ugyanaz most, hogy megnyerte és 2 pont. Igen. Na jó, akkor kimondjuk, akkor mit tudom én, nem tudom. Akkor is 2. Jó, hát ha ők nyernek 2 pont, ha mi, akkor 1. És akkor ez így esetleg így lehet, hogy szorosabbá teszi. Legyünk nagy vonalon. Jó, picit menjünk előre, mi van, ha megtátosodnak, és májusban az lesz, hogy ők vezetnek 150-re. Ugyan már. Ennél nagyobb dolgokat is vettek már el tőlük, gondoljatok csak a nyugdíjat. Azért sokkal nagyobb dolgokat is elvettek, mint a fekete féliken ebben a pontokat. Tehát akkor alkalmazzuk a jól bevált trükköt, hogy egész egyszerűen átírjuk a pontokat magunknak. Akkor mehetünk. Így most már megnyugodtam. Ez látszat demokrácia, ha láttuk már ilyet. Igazából azt hiszik, hogy értük vagyunk, de igazából nem. Igen, és most beszéljünk egy kicsit a játékról is. Jó, de most akkor hagyjuk a közéletet. Térjünk vissza a játékhoz. Na, ki az év első játékos? A Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Máté vagyok. Máté! Hello! Sziasztok! Meddig mondogatjuk ezt a bujjékot, mert én már most tudom. Még ki sem mondtam. Hát én is. Jó, akkor nem mondjuk. Te sem mondd, és a hallgatókat megkérjük, hogy ne mondják. Okay. Jó, nem? Már 11-én már ne bujjékozzunk. Jó? Nem, az január 1-jére szól, másodikára az kész. Ennyi, tökéletesen igazad van. Mit csinálsz, Máté? Én éppen dolgozok már most. Igen, már ilyen korán elkezdted? Persze, már reggel 6 órakor kezdődik a műszak, 12 órázunk. Az NMHH-nál dolgozom, titeket monitorozunk. Igen, gondoltam, beférek egy játékba. Mennek majd a bűntik keményem. Igen. Mi a melód? Nem. Tessék? Mi a melód? Hát minőség ellenőr vagyok. Na. Na. Kecskeméten? Komoly feladat.
Igen. Hát akkor hát akkor figyelj rá, hogy ott mindenki szépen tegye-vegye Bali új autóját majd. Azt nem így csinálják. De ott a Mergába vagy? Nem, teljesen máshol vagyok. Teljesen máshol. Na jó van, és kivel nyitnád? Hát Balázs veled szeretnék. Úgy érzed, hogy az új év első játékában küzdjünk meg egymással? Hát igen, szeretnék veled beszélni, régen is próbálkoztam már bejutni, most írtam, először bejutottam, úgyhogy szeretnék veled. Nagyon jó. Oké. Uh-huh. Hát akkor essünk egymásnak, várjál itt még meg. Jó. Barátkozom egy kicsit itt a pulttal, hogy el tudjuk indítani. Jó a dolgokat? Csak nyugodtan. Jó van, működik ez még mindig szól. Majd bocsánat, hogy csak be kell a rendszert hízítanom nekem is. Hogy is volt ez olyan régen? Hogy is volt ez a, hogy is volt ez az ominózus visszaszámlálás? Na, négytől jaj, is most. Jani? 3-2-1 fire! Na, itt vagyok. Mátét mondtál, ugye? Persze. Máté, hogy telt a karácsony, hogy telt a szilveszter, mesél? Családdal voltam, barátokkal voltam, úgyhogy jól lehetett minden, hál' Istennek. Volt valami vállalhatatlanul ciki ajándék, amit kaptál? Ilyen. Ezért kaptam ajándékot, ilyen na. Tusfürdő. Hát az a vállalhatatlanul ciki kategória. Kaptam kantárfejet is pónilóra. Van 4 pónilóm is. Mit csinálsz ezekkel a lovakkal? Lovagoltatsz? Hobby szinten tartom őket. Vágod őket? Kocsikáztatni szoktam velük, lovagoltatni gyerekeket, amire van igény. Gonosz pónik vagy kedvesek? Kedves mindenik. Milyen színű? Hát figyelj, van köztük egy ilyen pej, egy ilyen barna színű. Szürke van? Szürke? Hát fejlovan van. Jó van, ügyes vagy. Hát olyan január elejé volt. Január elejé, de... Nyertem? Megvan. Behoztad. Komolyan mondjátok, ezt nem hiszem el. Bizonyám. Kettővel megnyertem. Meg, el is mentetek 2 ponttal egyben, mert hogy idén akkor 2 pontot adunk. Rohadt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egy szép Balázsékos ajándékcsomaggal háláljuk meg neked ezt. Hogy... Nagyon-nagyon szépen köszönöm, fiúk. Örülök, hogy beszélhettem veled, Balázs, úgyhogy... Jó egészséget kívánok nektek! Mi is. Vigyázz magadra. Köszi a játékot, ciao. Köszi, ciao. Hello. Nem izgalmasabb így, hogy egyből 2 pontot kapnak? Hát milyen jó ez? De borzongok. Már túlra vezetnek, nézd meg. Hát így azért kapaszkodnunk kell. Ez nem jó volt. Ez most igen. Egyelőre mínuszban, elég nagy mínuszban vagyunk. Jó, de így azért ez jó, tényleg ne az ennyi, hogy áprilisban már mit tudom, 30 ponttal vezetünk. Jó. Így azért kell kapaszkodni. Nehogy fordítva legyen. Hogy most nagyon elmennek? Hogy megtátosodtak. Most gondolj, ha ezt a hetet megnézik, akkor 10-0. Érted? Úgy fogunk nagyot vállaltunk. Pénteken úgy állunk, hogy 10-0. Na jó, de tudod, sok a suta. Az is igaz. Igen. Anna, jönnek a sutákat. Jönnek majd a suták, jönnek majd az izgulók, jönnek az majd a ricsik. Tudod. Jönnek az új ricsik, nyílnak az új mappák. Hát azért bízunk magunkba, hogy megtaláljuk mi a hülyéket. Tehát, hogy már úgy értem, hogy rosszul játszanak, akarom mondani. Nem hülye, csak nem annyira élesen játsza ezt a játékot. Na, köszönjük a 2 pontot, így izgi lesz, meglássátok. Nálatok áll még a fenyőfa? Persze. Igen? Persze. De ez vízkeresztkor már bontani kérem. Hát a hivatalos verzió szerint 6-án igen, na de... Hát milyen keresztények vagytok ti? Jó keresztények, jó, nagyon rendes keresztények vagyunk, a fához egy picit ragaszkodunk. Nem vitte el még a Jézuska. Nem vitte még el? Nem. Nem? Hát mennyi meló volt benne, hát hallottad létrára is állt. És hogy viszi a Jézuska? Kesztyűben 2 ember Jézuskája jön, és berakja egy ilyen nagy konténer szállítóba, összetörik, és még úgy a kukát van. Is mellé önti? Így viszi a Jézuska? Nálunk vidéken betüzelik, nálunk vidéken, az nagyon sok család örül neki, a száraz fenyő, így ég. Mondjuk sok fűtőértéke nincsen, de valamit azért segít. Nálunk is áll még. Mondjuk levél már nem sok van rajta. Jó, de mondjuk a nagy szám nem hát ez, hanem hogy már 26-án lehullott a fele. Na jó, de 27-én azért miért tartson legalább egy hétig, érted? 26-án már úgy nézett ki a fa, hogy... Nem egy ezüst fenyőt vettem, Normandot vettem. Normand vettem, csak nagyon hamar kivágták, vagy ez a korai vágás volt, tehát már november vége, december elején ez kivágták. Aha. És mire feldíszítettük? Hát a hullás alatt már. Hát azonnal egyszerre díszítettük, egyszerre porszívoztunk, tehát hogy így ketten ne voltunk. Ne tolj be nagyon a dísz, mert akkor végig csupasz lesz hát, az ág. Ilyen kopárfát nem láttál 26-án, mint amilyen igazán. Úgy szánkoztak le a díszek a két oldaláról, mert nem volt, ami megfogja. Hát jó, de 27-én nem kell mindig jól járni. Hát érted, van azért, akinek 9000 ér ár normálisan a fája. Te is azt mondtad nekik, hogy egy normált kérsz, és már hátra szóltak. Lesz az egy normált! Érted. Most mi lett volna, még kifizetek 27-ét és 28-án még levél is van rajta. Hát azt hagyja. Itt van. Hogy... Lajos, hozd azt, amit Balázsra félretettünk!
Tavaly, nem mondtad, hogy olyat akarsz, hogy levén is legyen rajta 24-et. Hát nem. Hazáig szép volt. Hazáig nagyon szép volt, 24-én már picit megrecsent, 26-án úgy hullott a levelét, érted? De 24-ig kell egyébként neki, érted? Ez a kalkulált elavulás. Igen. Nem merünk neki fogni a leszedésnek, mert félünk, hogy eldugul a porció egyele. Három ipari porcióval fogom neki menni. Fedjük alá egy nájlont, és kicsit rázd meg. Az lesz. És akkor összeszeded szépen. Az lesz. Vagy lomfúvóval kinyitjátok az ablakot, és kiterelitek. És hát a szép. És kivágjuk. Na jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra itt vagyunk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, hello Jani, hello Feri újra. Egy újabb közös évbe vágunk bele, gyerekek, úgy néz ki, hogy egy újabb közös évben. 14. Jó, ne. Az. Szerintem. Á, nincs annyi. Hát nincs. Ne. Csak vigasztalni akarod magad. Nem. Egy volt a Danubiusban. 2009. 7 volt a Klaszban. Az 8. Igen. 3. Ez 4. Már a negyedik itt. 2016-ban jöttünk ide. Ez már a negyedik évünk itt. Atya úristen. Akkor az... Na most hagyjuk abba. Igen, 12. Jézus atya úristen. 12. Jézus atya úristen. És az a durva az egészben, hogy most itt beszélünk erről, és egy így fog elrepülni ez az év is, és itt fogunk ülni karácsony előtt, és ezt nem hiszem el, hogy megint karanténban. Igen. Megint 8-ra otthon vagyunk, és megint. Legyen már vége. Nem. Ennek az egész őrületnek ebben az évben vége lesz. Én ebben nagyon hiszek. Igen? Én ebben nagyon hiszek. És akkor megcsinálod a tavalyi gyönyörű évedet idén? Amit bepótolsz majd? Amikor mondtad, hogy nagy kanállal, de mindent. Én ennek az évnek is ugyanígy futok neki. Hogy ez lesz a legjobb. Ez rossz szó, mert a tavalyi évnek is így futottál neki, látod, mit kaptunk a nyakunkban. Most fúss neki úgy, hogy nem akar semmit ettől az évtől, mert ez nem jó. Megint neki futsz, megint ott ülünk áprilisban, majd home office-ban. Ebben az évben dupláznunk kell, mert a múlt év elmaradt. A hallgató megírta, csupa olyan dolgot csináltál tavaly, amit eddig még nem. Maszkot hordtál otthon, hazaértél, nyolcsóra nem voltál moziban. Csomó olyan dolgot ki akarok próbálni, amit én korábban még nem próbáltam. Nem otthon lenni áprilisban. Na jó, hát majd erről is ugye szépen lassan itt felveszünk a fonalat, és akkor beszélünk egy csomó mindenről, ami azért itt az ünnepek alatt, meg a hétköznapokban történt. Tehát azért ugye ez is érdekes, hogy van, aki azt mondja, bár ő néha félrebeszél, hogy addig maradnak a korlátozások, amíg nem lesz elegendő ember beoltva. Na most az elegendő ember beoltva az ugye 6 milliót jelent. Na mindegy, ugye ez is egy jó kérdés. Akkor azért az sokkal mondjuk, ha ülünk a seggünkön, azért este 8-kor otthon. Nem néha beszél félre. Igen. Kábel kezdődik, és Ásler végül. Nem tudom néha követni, hogy miket mond. De úgy hallom, hogy a szakmában még sokan vannak ezzel így. Nem, nem vagyok orvos. Mondja, sokan mondják. Na de hosszú orvos, hogy? Az hogy de a rátoltottsághoz nem kell a 6, ugye elég lesz kevesebb is, mert egy csomó meg már átestek rajta, akkor az is beleszámít, és akkor így már megvan. De nagyon messze állunk, nagyon messze. Tegnap néztem Schwabrik urat a tévébe, este hetileg, napjulóilag, és akkor a magyarok, ha azt hiszem, 34% volt a szavazat, akik azt mondták, hogy oltanak. Pedig egy másik nagyon okos ember mondta azt korábban is, hogy akár egy hétvég alatt beoltják az egész lakosságot. Hát lesz szérum, de még nincs szérum. Nincsen szérum. Nincs, akár, nem jön a... Hát azért volt benne Ha lenne szérum, akkor be tudnák oldani. Na de gyerekek, ez tavaly ilyenkor, nem tavaly ilyenkor, mint egy hónappal ezelőtt még a Covid útlevél egy ilyen fantazmagória volt, hogy jaj, nem áll, Qantas, beszéltünk róla, a légitársaság Ausztráliában, ők már ugye ezt kötik. Hát most ott tartunk, hogy nagyjából fesztivál az óne, ha nem vagy beoltva. Bizony. Ugye? Tehát, telefonos applikáció, csak föltartod. Vagy negatív PCR-teszt, vagy beoltva, vagy már átestél, ez a három van. De hogy aztán hogy igazolod, hogy átestél? Negatív PCR-tesztet is, tehát tudjuk, hogy valójában az se jelent semmit, mert te simán, amikor, érted? Te is tudsz olcsó. Így, vagy te már akkor lehetsz fertőzött, amikor kijöttél a PCR-tesztről, ami egyébként negatív lett. Mert hogy megfogsz egy kilincset, vagy akármi, tehát hogy abban a pillanatban, tehát hogy nem. Hát akkor gyerekek, akkor oltási bizonyítvány. Hát akkor nincs más, akkor... Ez az egyetlen esély. Csináljuk azt, hogy mindenki mást ad be magába. Jó, én maradok a Moderna mellett. Te maradsz a Moderna mellett. Én egy Pfizer-három már vagyok. Így van, most már Európában is lehet forgalmazni. Viszed a Sputnikot, én azért az amerikai németet vinném, tehát enyém a Pfizer, ha nem haragszodok. Feri így a tradíciókat. Te érted. Így van, hagyománytisztelő módon a Sputnikot oltani. Vidd a Sputnikot. Mindannyian orosz oltással voltunk végigoltva egész gyerekkorunkban. Amiről kiderült, hogy aztán kiderült, hogy mégsem. Nem orosz? Nem, ez csak Szijjártó mondta. Aztán leírták, hogy azért ez néhány oltás esetében egyáltalán nem állja meg a valóságot. Ki csinálta azokat? Hát nagyon sok belga, francia, egy csomó olyan oltás van, ami nem orosz oltás. Meg valami, lehet, kaptunk gyerekkorunkban. Meg a licensz alapján elkezdesz valamit gyártni, attól az még nem a tied, ugye? Tehát, hogyha, hallottunk már ilyet. Így van. Tehát, hogyha valakinek az ősei mondjuk Kiskun Lacházán születtek, attól még nem magyarok.
Összerakom, igaz. De mondom, akkor ez a jó megoldás. Egyszerre oltunk hárman háromféle. De várj, nem tudsz oltani, ha nem jelentkezel, úgyhogy kérlek, regisztráljatok. Ja, ja? Tényleg ez aztán is. Óna oltása nem vagy regisztrálva. Biztos el tudjuk érni. Be kell magad valahogy regisztrálni. Aha. Hát semmi, fölmész az oldalra, és akkor megmondod, és az alapján fognak besorolni, hogy mennyire vagy veszélyeztetett. Aha. Jó, de nem túl jó a hűtőnk, úgyhogy modernát rendeljük. Mikor azért azt megnézem, kiadják házi orvosi rendelőkbe, hogy lehet oltatni, azért ott mire van egy mindenhol egy Red Bull-os hűtő maximum, meg egy fekete kis táska. Doktor úr, 10 órai járt? Megjött a 15 ezer oltóanyag, ide, nem tudom, parasapusztára a kis házi orvos rendelőbe. Állítás, kivettem a Hellatti? Igen. A helyet meg a kertő darab Red Bull-t kivegyük ebből a kis hűtőből, hova kéne rakni a Pfizer és a BioNTech cég? Minusz 70-re kéne oltani. Vegye le azt a 72-essel kezdődő szemellenőrző táblát. Tolja arrébb a paranyicát, és majd be lehet majd rakni. A kolbász meg a szalonnát vidéki orvosi rendőr. Ki az ételhordó? Vegye ki, mert megjött a Pfizer, be kell hűteni. Tekerje fel ötösre a hűtőt. Egy zanuszi hűtőgépünk van, kicsit néha rezeg, rezog, 8 fokra hűti, csak az ételt, az nem lesz jó. Én konkrétan láttam így volt. Na jó, bementünk látogatóba, érted, és na, hát az jó. De van egy csomó, aminek nem kell a mínusz 70, tehát ugye az új ilyen génterápiás, hogy milyen módszer. A modernnak nem kell. Csak a Pfizernak kell, a Moderna. Hát a Sputnik, érted, azt meg oda az ablakba is kitetted. A Sputnik meg eleve, érted, Szibériába fejlesztették, tehát hogy ez meg hozzá van szokva. A Sputnikot berakhatod a kukorica konzerv mellé a spejcbe, az ott is kibírja, minimum 3 évig eláll. Annyira át van fagyva a Sputnik, hogy az Q formájában is benne. És most azért lesz mínusz 20 nálunk is. Ez egy érdekes történet. Na, majd erről később azért majd beszéljünk, hogy mi a helyzet, mert azért ugye hát a nézőn nincsenek fesztiválok, meg nincs mozi, meg nincs színház, meg nincs fürdő, mindenki, akkor nem ússzuk meg, hát akkor kell. Előbb-utóbb muszáj lesz, igen. Főleg így, hogy mondom, megvan a kis digitális oltási útleveled. De most én kitaláltam, mi lesz, én rájöttem, hogy csinálom. Beoltatom anyámékat, letesztelem rajtuk, nekik már úgyis mindegy. Persze, és akkor megnézem, hogy hogy bírja a fater. Túlélték a káderkorszakot, érted? Kibírtak 50 év kommunizmust, érted? Érted, jöttek, mentek, jól éltek, jól vannak, szívós az öreg, szívós. Beadatom neki az egyiknek a Sputnikot, beadatom a másiknak a... A kitelepítések meg sem kottyantak nekik. Jó, ez kisfiam, jó az anyukát. Biztos nem lesz ebből baj? Nem. Balba az egyiket, jobba a másikat. Abba van a vitamin, mama. Beoltatom őket, ezt felhívom naponta, hogy hogy vagy, köhögsz, ne semmi, viszket, dörzsöl, érzel? Papa világít már sötétben, nem? Két feje van, nem? Anya, melyik kézzel nyitott ki a két dekást? Ha jobb áll, akkor a balba adjuk. Beadom nekik, és ha semmi bajuk, gyerekek, akkor oltatok. Akkor na. Akkor én azt mondom, ők, hogy... Amit akkor még mi várják? Hát most azért, ha gondolkozom kell, most azért ott akarok lenni a nem tudom, a melyik fesztiválon, a Volton, vagy a Szigeten, még Sziget idén nem lesz. Vagy mi van Zamárdiban? Nem a Balatonszent, hanem mi a másik? A Balaton. Strand, Balaton. Hát azért, most a papa-mama túlélt, tehát akkor azért csak ott vagyok én. Vigyázz, mert ők erős szervezet, az, ahogy mondtad, a kommunikus az igaz. Is túlvitték. Egy időben a Kölnit is itták, meg az impulszdezodort. Akkor még igen. Itták ők minden szemület. Anya, most ezt beadjuk, és azért még megvárjuk a végeredményt, úgyhogy a hurgadát még nem foglalom le. Egyébként olyan nagy csoda nincs egyik eset, tehát hogy így igazából azért így szerintem nem kellettől annyira félni, mint amennyire fél az ember az elején. Ugye van ezek a sztereotípiák, hogy gyorsan elkészült, meg nem tudom, de most azért olvas az ember egy csomó cikket, hát azért nem egy nagy truvály ez a történet, úgyhogy... Meg nem, egy csomó mindenkit beoltottak, és már semmi baja. Nincs, hogy... Tök jó. Na meglátjuk, mi lesz. Még kibozog, meg mozgunk, aztán ha kell, odállunk. Ha kell, magunk előtt toljuk azért, akit lehet, de aztán ha kell, akkor odállunk. Mellékhatások nincsenek, legalábbis komolyan, mert semmi. A Sputnik után lesz némi orosz akcentusod, illetve egy kartotékod. Igen, hagyj, hogy hirtelen tudod olvasni a cirilbetűket, és nagyon megörülsz, a Putyint látod. Fura bizsergést érzel, ha látod Putyint, illetve olvasod a betűket. Felugrasz az égből, ahogy meghalod, hogy pártalanéppal egyezünk. Igen, de egyébként állítok, semmi komoly mellékhatása nincsen. Nem? Hát most ti hogy vagytok vele ilyen pillanatban? Hát így, hogy egyrészt muszáj lesz. Igen. Más... Én oltatok. Na, ennyi. Nincs más esélyünk. Figyelj, a túlélése? Nem mond. Igen, de tényleg, hát megvan. Vagy itt marad, vagy oltatsz. Nem arra, hogy ne kapjak egy NAV ellenőrzést. Nézzük csak. Ez a három János egyéni vállalkozó. Ez a három virgoncot a rádióban feliratkozott-e már is? Hát, nem látom a nevüket. Meg küldjél csak oda valaki, győzködj meg őket egy kicsit, és aztán meg lehet ezt ott kapargatni. Oltás, ezt a kis... Katás vagyok. Na majd akkor kicsit megkapargatjuk ezt. Nem jó magyar, nem bazolyan. Na, gyerekek, olvastátok a Pizza Hut 2021-es baromi nagy újítását? Mivel próbálnak ők újra piacvezetők lenni? Kiszállítással, gondolom. Friss és időben odaér?
forradalmasítják a pizza készítést, ugyanis elkezdték árulni a pizza szélét külön. Ez egy... Na, csak mondom. Tökéletes ötlet, hogy ez nekem eddig van, nem jutott eszembe. Aki nem eszi meg a pizza szélét, és aki megeszi, ugye, és aki külön szereti azt. Hát mivel... A harmadik ember pedig csak azt? Hát aki az, vagy mit te csak azt teszed? Nekem van a családban, aki csak nem szereti a pizzát, a pizza széleket kéri el, és nagyon vidáman ilyen fokhagymás cuccba elropogtatja, de nem eszi meg magát a pizzát, csak a pizza széleket. Tehát vagy megeszed, vagy nem, vagy csak azt teszed. Hát egyszerre hármat is lefeg. Csak a szélét teszi meg, igen. Kitalálom anyádék, és átviszem mindig hozzá. Jó, de ők nem azért, mert nem pizza, szeretik a belsejét, hanem mert sose kapják meg. Nem, ők azt hiszik 20 éve, hogy így néz ki a pizza. Aha. Nem engedem őket pizzázóba. Adjuk a megőtök, Arika pizza. Mi ez a lepény? Átviszem nekik melegen a lepényt, a szélét. Mindjárt kész a filok pizza, már körbe gyors. Érdekes, az amerikai filmekben máshogy néz ki ez a pizza, kisfiam. Ne törődj, ez az mocskos imperialista. Edd meg a szélét, abban van a vitamin. Mondjuk, hogyha ez a sajttal töltött szélű pizzájuk, akkor megértem, nem. Mert mi azt imádjuk. Az a normál, az pedig igen, árulják a szélét, de árulhatják úgy is egyébként, hogy megtöltik sajttal, tehát hogy vagy simán, vagy sajttal töltve, de tudod egyébként megrendelni. Csak a szélét. Nagyon. Jó az ötlet. Külön dobozt kéne hozzá csinálni, aminek a közepén nincs. Persze, és akkor fel tudja húzni a karjára a futár. Tényleg egyébként. Csak húszat tudsz kivinni egyszerre. Igen, van benne valami. Hát egy csomóan vannak úgy egyébként, egészen fura, de hogy bizonyos ételekben, vagy ételekből te csak a kaja egyik részét eszed meg, nem? Igen. Ez egy jó, hogy ünnepek után egy kicsit újra elveszni a kulináris élvezetekben, ez egyébként nem baj. Már úgyis mindenki kidiétázta magát. Tehát, hogy van egy ételed, de nem eszel meg belőle mindent, csak bizonyos részeit, mert hogy te például azt vagy úgy szereted. Klasszik. Hát, a menzás csirkebőr. Én például csak azt. Azt imádtam. Mert volt ez a ragadós ilyen kicsit, ilyen nem tudom milyen, amivel valószínűleg vásároltak a 300 tonnát annak idén, valami a keleti blokkból, érted? És onnantól kezdve mindennek ugyanolyan íze volt, és én azt imádtam, és mindig azt tettem le róla. Na de hogy van az, hogy szereted a kaját, de mégsem eszel meg belőle mindent? Tehát, hogy azért ez így egy érdekes dolog, nem? Hogy az ízlésed. Hát a töltött káposzta az egyik legnagyobb példája erre. Nagyon sokan nem eszik meg a töltelékben magát, a húst azt megeszik, de a káposzta levelet. Én nem eszem meg. De csak a húst eszem meg belőle. Csak a húst tejfölle nem eszem meg a káposztát. Hát az úgy a legjobb, a szépen összevágott hasonló levelek. Azért, mert nem erezték ki rendesen, szerintem. Az sokszor az volt, hogy ugye megfőzte egybe a káposzta levelet, és hogyha ha mondjuk le lenne vágva, ugye ki van erezve, akkor ki van erezve normálisan, akkor tök finom. Na de hogy van az, hogy egyébként, amit nem eszel meg, azt önmagában egyébként szereted, de bizonyos ételben valamiért nem eszed meg. Én vagyok így a rakott krumpliban, például a kolbásszal. Én szeretem a kolbászt. Nem eszem meg a kolbászt. Gyűlölöm. Kézzel, úgy nem bírom megenni. Az adja meg az ízét. Én szeretem, hogy az íze benne van. Tehát igen? Csak azt a ragott krumplit szeretem, amiben belefőzik a kolbász. Oké, és mi a baj a kolbászsal? Nem eszem meg, nem bírom megenni. Rossz az íze, nem rossz szeretem az állaga? Nem szeretem. De a kolbászt egyébként megeszem. A kolbászt nagyon szeretem, de amikor egy kicsit így megsül vagy megkeményedik, azt már nem szeretem. Kiszedegetem belőle a kolbászt, megeszem a ragott krumplit, nagyon szeretem, de nem bírom megenni benne a kolbászt. De nagyon jó, hogy benne van az íze. De ha levágsz két karik a kolbászt külön, az simán megeszem. Aha, és akkor turki van így oldalra szépen kiszedegetem. Gyerekek nézik, apa. Ezek kitologatod a tányérnak a szélére? Hát, vagy eldobálom, vagy labdázok vele, vagy nem. Hát, vagy a pizza széle mellé, vagy a nyádé. Igen, nem. Igazából egy befőttes üvegbe gyűjtöm, és hétvégén elviszem neki. Igen. Anya, kolbászos pizzát hoztam. Hoztam nektek kolbászos pizza szelet, szélt. A pizzátból rendeltem kolbászos pizza szélt. Érted? Tehát külön egyébként azt szereted, és megeszed, de hogy valahogy az íz kompozíció miatt vannak bizonyos ételek, ahol azt egyszer nem tud megenni. Azért ez milyen fura. Igen. Töltött káposzta például, csak nekem csak a hús. Azért bajban lennél egy smoothie-val. Egy kolbász smoothie-val? Ne, hogy mire azt szétválogatod. Mire azt szétválogatod. A kivit nagyon szeretem, a narancsot utálom, a marakuját kifejezetten nem szeretem. Szedni valahol. Szóval, hogy hány ilyen étel van, nem? Amiből így valahogy így kiválogatsz dolgokat, vagy nem eszel meg mindent. Erre érzed rá pizzát? Ez egy jó ötlet. Ne, az ez egy jó ötlet. A jó, hogy például, hogy az ugyan, mint a kakaós csiga, érted? Valaki csak a közepét hogy csak eszik. A közepét. Nem azért a van, mert keveset raknak bele. Tehát, hogy ott nem, az, nem arról van szó, hogy te nem szereted a szélét megenni a kakaós csigának. Nem így van. Nem, mert a középső rész az tök, csak is a külső rész. A külső rész az mindig szárad. Az, mert az megszárad körbe. Megszárad. Egyel bejebb van kakaó. Minél bejebb mész, annál egyel bejebb is van kakaó, csak minél bejebb mész, a külső rétegek frissen tartják. És azért eszem meg csak a belsőt, mert az puha. Nem egy pocsékba, aki
gratulálok. Megy a pizzátos dobozba, anyáik meg a befűtés üveg mellé. Ezt a desszertet is anyuka. Hallod, anya, kakaós csigát is hoztam. Kolbászos pizza és kakaós csiga. Mama, meghoztam. Tudom, mennyire így mágyátok. Hát, azt hittem a pizza, azt hittem a kakaós csiga máshogy néz ki. Nem. Mi lyukasan eszük. És egy kis paradicsomos betűtészta. Például én eszem a kakaós csigát, azt is így eszem. Nem, a külsejét nem bírom megenni, nem is szeretem. És unalmas, mire eljutsz oda, ahol finom. Ezért fogom unalma, a belsőt. Hát, tehát fogom a belsőt, kihúzom, csinálok belőle egy ilyen tölcsért, kiszedem, és ott hagyom a külsejét. Miért betartod a szolgáltatókat? Csak úgy tudod megenni, hogyha kívülről befelé indulsz. Nem, hát vagy tönke. Hát ott egyszer megettem, és rájöttem, hogy ez nem jó. A lényeg az, hogy az ott marad. Ennyi. Azt ő nem eszi meg. Töltött paprika, tessék, kieszi úgy, hogy leszedi a paprikát sok cukorral, de nem eszed meg a paprikát. Fú, na most betalált, én nagyon rég vettem már töltött paprikát, de például az volt az egyetlen, amiben nem szerettem. Nem szerettem a paprikát. Nem eszem meg a paprikát. Tehát nyersen nagyon szeretem a paprikát, nem bírom meg enni a paprikát. Csináljuk külön gombócot, és az tök jó volt. De az paradicsomos húsgombóc, az más. Az a paradicsomos húsgombóc a töltött paprikába, benne van de a paprika. De külön, tök érdekes, hogy külön szereted a paprikát. Csinálj egy paprikát. Tehát külön tök jó, eszel egy szendvicset, ahhoz vágsz egy paprikát, megeszed. Igen. Okay. De ott az valahogy ilyen taknyos, ilyen nyálas, ilyen puha lesz, leszedem róla cukor, paradicsom szósz és így hús. Sok cukorra, fehér kenyerre. Világos. Csak az egészségesen. Csak egészségeset. És menj anyádékhoz. Igen, a paprika. Hát azért. Nézem, ama kell a vitamin is. Nem gondolt, hogy anyám még nem kapják meg a paprikát, tehát abból anyám lecsót főz. És hozzáteszi egyébként a krumpliból kiválogatott kolbászt. Így van, meg a félig meg van főzve, csinálhat belőle, ő is töltött paprikát. De viccelj. Mi mindent újra hasznosítunk. De miért? Te megeszed a paprikát is? Meg, hát az úgy étel, úgy van direkt, úgy van összerakva, hogy a két ízvilág, a két különböző textúra. A tévépaprika az egy ilyen kényszer zöldség. Tehát, hogy így megeszed. Mi a tévépaprika kényszer zöldség? Igen, azért veszed, mert az áll a legtovább. Egyébként én utálom. De nyersen is? Igen. Akkor oké. Tessék, na, ezt így már megértem. Az például tök de látod. Tojás sárgája, tojás fehérje. Szerintem nagy klasszik. Nálunk a gyerekek is szétszedik. De hogy? Nálunk a Benny eszi csak a külsejét, nem eszi meg a sárgáját, a Noel megeszi a sárgáját, nem eszi meg a fehéret. Na jó, mi egy reggelinél jól szórakozunk. Én válogatom a smoothie-t. Igen, a kolbász. A Viki pedig szedegeti a kávészemeket, hogy milyen kávéból hogy legyen. Nem, tényleg, tehát a tükörtojás, az is nagyon sokat. Cseszki velük csak a rántotta. Csak a sárgáját, csak a fehérjét. Tehát, hogy külön eszik. Én ezért értem a pizzát, tök jó ötlet. Valaki például nem szeret olívabogyó, például zöld, meg fekete. Tök más íze van. Tök más íze van, miközben egyébként ugyanaz, csak éppen az érett a fekete, az érett zöld, az a fekete. Én azt olvasom a feketéről, hogy ez meg van színezve valamivel. Nincsen, hát nincsen. Van csaló, nem, csak van meg a van csaló. Érve. Hogy hívják, üzemák benne, ahol nyilván meg akarják gyorsítani az érési folyamatot, ott lehet, hogy van színezés, de klasszikusan az ugye a zöld, a friss, az új, és utána igen. Az érett. Ami sötétebb vagy ilyen van, de az igen. Üvegbe kapható apróra szeletelt fekete, az állítólag a színezett. Igen. Ez vagy az megszínezett valami. Hát akkor az íze is más lenne. Vagy lehet, nem, az íze ugyanaz lenne, csak akkor az, amit érzek, az valójában nem az érett olívabogyó, hanem a színezéknek az íze? Igen, a tempera. Szilvás gombóc, ott hagyom, szilvás gombóc, szilvát megeszi belőle a hallgatója, de szilvát nem, tehát a gombócot magát. Na, azt gombócot nem eszi meg. Nem, a gombócot megeszi, és a szilvát akkor miért veszel főt szilvát? Nem, a szilvát nem eszi meg. A gombócot eszi meg. A gombócot eszi meg, igen, de a szilvát. De nem, viszont a szilvának az íze meg kell bele, gondolom. Mert hogy? Igen. Húson grillezett meleg paradicsom. Nem bírom megenni. Tök jó. Tehát azon bármilyen mozzarellás paradicsomhoz tudsz van a paradicsomot, leszed ember, az amikor... Az is milyen puha ilyen... Nem, úgy, ilyen szép, igen, én azt sem eszem meg. Én rájöttem, nem eszem meg semmit. Milyen egy nagy élmény lehet vele vétteremben lenni? Egy paradicsomos húsgombócos rakott krumplit megelni. Viszont anyád kicsatannak az egészség. Viszont apám annyi paradicsomot eszik. Ember nem evett ennyi paradicsomot. Pizza széllel. Csak úgy hívják a lakótelepen, Mr. Paradise. Na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tényleg, tehát, hogy az, ki hogyan, miképpen válogat, kíváncsiak vagyunk, a legválogatósabb hallgatót keressük meg, aki tényleg minden ételt úgy szed apró elemeire, és szedi szét, borzasztó lehet, hogy ilyen nem mernek főzni egyébként hosszú távon, hogy megőrülsz tőle tényleg. Tehát ezért ez nagyon nyomasztó lehet. De mégis sokan vagyunk ezzel így, hogy azért bizonyos ételekből csak bizonyos részeket eszünk meg. Jó, várjuk az SMS-eket, jövünk mindjárt a hírek után. Na, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 3 perc. Na, jó reggelt kívánunk, már újra élőben vagyunk. Szép reggelt mindenkinek. Végre újra az Egér útig ér a sor az M1-es, M7-es bevezetőn. Hiányzott 173-as Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na most itt már csatlakoznék is, hogy nem csak mi voltunk ám ennyi ideig szabadságon, mert ugye Béka már a múlt héten hordta a srácokat iskolába, és azt mondta, hogy mint kés a vajban, sehol senki.
Sehol senki. Tehát akkor még az első hetet valaki, sokan így kivették, úgymond, ugye? Bizonyám. Tehát most térnek vissza sokan. Így van. Tehát, hogy nem csak mi voltunk Szabin, hanem még egy csomóan ebben hát az országban. Hát meg gondolom, tudod, leáll a kereskedelem, meg... Hát azért már most itt nem... Nem úgy értem, hanem az első héten karácsony után talán, vagy január első hetében. Talán kevesebb áru forog egy kicsit, nem? Hát még a boltok kiszorja. Visszavitted a rossz ajándékot, még egy kicsit talán azért is van kevesebb autó. Aztán így január második hetében már úgy újraindul. Nem csak a sulisok, hanem mindenki. Igen, hát azért ez így jó. Ezt így nem ártott kivenni nekünk se. Gyermekkoromban a rizibiziből mérnöki pontossággal válogattam ki a borsót a tányér szélére, 20 perccel tovább ettem, mint a szüleim, ide nekünk Józsi. Mert hogy arról beszélgettünk, ugye, hogy a pizzát egy zseniális ötlettel eladja a pizza széleket. Iszonyatosan megy ugye a pizza biznisz, hát most ugye a Covid hatására brutálisan beindul, sokat több pizzát rendelnek, csak a Pizza Hut tavaly tavasz óta 148 plusz éttermet tudott nyitni, olyan szinten indult meg nekik ugye a házhoz rendelés, és hát rájöttek, hogy el lehet adni a pizza szélét is. Jó, ez a töltött, ugye ez a sajta. Igen, a töltött, igen, sajta igen, töltött. Igen, extra, az óriási sláger náluk. Na, de nincs töltelék, nincs középső rész, igen, nincs feltét, az semmi, okay, hanem a szélét eladják, és ha akarod, akkor megtöltik sajttal. És aztán arról beszélgetünk egyébként, hogy jó érzékel. Szél nélkül is lehet egyébként? Tehát csak a sajtot? Csak a sajtot, igen. Hát csak a dobozt, csak a feliratot. Tényleg, és mi van, valaki úgy kéri, hogy ő nem kéri a szélét, csak a belsejét. Ő csak a belsejét szeretne kijenni belőle. A többi megy az anyjának. Hát akkor azt a többi megy az anyjának. Arról kezdtünk beszélgetni, milyen fura az ember, mert hogy szeret bizonyos dolgokat, de vannak olyan ételek, amiben nem tudja megenni azt, amit egyébként máskor megenne, vagy szereti, de az állaga vagy az íze miatt bizonyos ételekben egész egyszerűen nem fér össze. Én csak a friss zsemle tetejét eszem meg. Dobostortának csak a tetejét eszem meg. Apukám egyszer sütött nekem egy egész dobostorta tetőt szülinapomra. Évi küldte nekünk. Ez a, ami, hát ez sem az égetett cukor. Ja, az égetett cukor a teteje. Semmi más. Semmi más. Érdekes. Én például azt nem szoktam megenni. Meggyes bombomból csak a csoki és a folyékony töltelék, amely soha. Anna írja nekünk úgy, hogy egyébként nem tudod az okát, hogy miért nem. A virág tolta ezt. Tudok-e úgy neki adni konyakos megyet, hogy nincsen benne, hogy nem, hogy a csoki... Egy üvegláncít konyak, hogy igen, drágát. hogy nincsen benne a megy, mert hogy az alkohol, és ő alkohol, hogy nem, viszont az meg tök jön neki, hogy egy üvegéva belbutat. Egy tábla csoki, meg egy láncít konyak, mondom, körülbelül. Láncít, nem drága az egy... Nem, az nem. Én az almának csak azt a részét tudom megenni, amiken van héj. Így a közepe a kukába landol. Oké, de meddig tart neked ez a hát rész? Hát akkor csak azt a rész, a közepén nem tudja megenni. Akkor egy centire a héjtól még jó, egy centi részre és két milliméterre az alma már nem jó. Hát ez nem, teljesen beteg, igen. Sült almának a héja gyűlöltem mindig, viszont a belsőjét meg imádtam. Kis fahéj, kis méz és a maga az almának a húsa. Igen, a héj az borzalmas volt. Mert mi volt vele? Nem tudom. Borsólevest ugye megeszem, teljesen, de csak részletekben. Először a lé, utána a répa, majd a krumpli, aztán galuska, majd a borsó. Valószínűleg ezért nem kapok túl gyakran, mert minimum fél óra. Tehát felépített sorrend. Hogy válogatott ki? Hogy válogatott ki? Hát az apróra van vágva benne minden. Nem vagyok hajlandó csontos húshoz nyúlni. Ha vendégségben ilyen húst készítenek, akkor azt a feleségemnek vagy valakinek ki kell csontoznia, mert addig nem nyúlok hozzá. Egyszerűen nem tudok kézzel lábbal enni. Máté küldte nekünk. Máté léci. Nem! Nem! Akkor sem. Nem vagyok hajlandó. Sülcsirkével bajba vagy. Ugye? Pláne egy pulykacomba. A feleségem a borsófőzéket úgy ette, hogy miután lenyomogta a habarást, kiköpte a borsókat. A fokhagymát imádja, de az abátszalonnal csak az erkélye lehet, mert undorodik a szagától. A szalámit szereti, de a pizzán felfordult tőle a gyomra. Na, ez pontosan tipikusan ez az SMS, amiről beszélünk, hogy külön megeszed, de vannak bizonyos ételek, ahol nem fér bele. Ez ilyen érdekes, biztos, nem? Hogy van valami trauma, valami biztos, gyerekkori. Igen. De mi, ráugrott egy parizer szél? Vagy... Szerintem valami nagyon rosszul volt elkészítve. Egyszerűen ennyi. Tényleg. Na, mert... de itt például amit az előbb olvasott a Balázs, bizonyos formájában eszed, bizonyos formájában nem. Tehát felvágottat nem eszed meg, vagy mondjuk a szalámit, de a pizzán már megeszed. Hogy? Nagyon érdekes egyébként, igen. Párom nem szereti a húst, a fasírtot körbe rágja, a közepét meg ott hagyja, mert a teóriája szerint a szélében nincs annyi hús. Úgy Ákos van. Úgy van. Jó, ez tetszik. Nincs benne annyi hús. Ilyen a paradicsom, de ha lecsóban van a szétfőtt állaga miatt nem vagyok hajlandó megenni. Hasonlóképpen vagyok a lágy tojással, a tojást nagyon szeretem, de én nem a három, hanem az öt percig főzött, tehát kiráz a hidegtől, ha a fejére takony állagú és kinézetű, írja Edina.
Hát meg a legjobb. Én sem bírom megenni a lájtojást. Nem bírom megenni a lájtojást. Nem szeretem. A tükörtojást is meg átsütött. A tükörtojást is úgy kérem, hogy jól süssék meg a közepét. Nem szeretem a folyik. Hát a tunkolni legjobb nem, a sárgáját. Klári azt írja, hogy a nagymamája kiköpött a magyarot, miután a Toblerone megette. Na de hát tökéletem, hogy ezt is értem. Szeretem a magyarot sózva. Csokiba nem bírom megenni a Toblerone. Ez egy melós kiköpködni azt. Igen, nagyon apróra van, igen. De például egy nagyobb magyaros tábla csokit, én úgy eszem, hogy leszopogatom a magyarot, és kiköpöm a magyarot. És hát küldöd anyádéknak. Anyám, mikor azon a hétvégén magyaros palacsintát tesznek nagyon sokat. Meghagyott pizzaszéllel, kiválogatott, rakott krumpli és kolbásszal. Leszedelt paprikát, befőttes dobozba, ők minden hétvégén nagyon jól. És ne feledkezzünk meg a kakaócsikos szélről se. Ők nagyon sok mindent kapnak, ezért megyek zsákokba hozzájuk hétvégén. És mindig látják, hogy mit ebédeltem. De ez abszolút így van, tehát ezt én nagyon megértem. A fiam minden formában megeszi a kukoricát, csak a pizzán nem. Mikulás. Tehát szereted, aha, csökön, szereted, okay. Mit tudom én. Nem. Konzervnek. Konzerv, bárhogy a pizzára ráteszik, nem eszed meg. Tök érdekes, hogy ez milyen fenétől van. Mazsola. Már ha megvan sütve, főzöm, már nem eszem meg. Ellágyul. Volt szobatársam koliba, a virsli végeket nem ette meg a hotdogba, ugye benne van a virsli, így eldobta a kifli végét a virsli végével együtt. Ádám küldte nekünk. Na azt mondd meg, hogy azzal mi a baj. Hogy a virsli egy centivel előtte, a virsli vége előtt egy centivel ugyanaz, mint a virsli vége. Igen. Ugyanaz a hús van benne. Ugyanaz. Ott mi, hogy össze van húzva az a vége? Az, hogy a maga a serci, meg hogy vége, mert ott már nincs annyi mustár benne. Egyébként tényleg úgy néz ki. Igen. Ez egy nagyon fura ánuszfóbia egyébként. Igen. Ánuszfóbia, valami rettenet. Igen, akkor te látens vagy. Vagyunk, igen. Igen, a hotdog végét, ha nem eszed meg, akkor teljesen egyértelműen látás vagy. Okay. Igen, igen. Én a tejfölt magában ki nem állhatom, de minden másban meg imádom, nem tudom miért van. Na látjátok, erre sem mi éreztünk rá. Látjátok? Ez a rakott krumpli, az nagyon sok embernél mondom van, én. Tehát igen. Hogy ez veled mondom mennek. Szintia, imádom a Raffaello, de a mandulát nem bírom belőle megenni, úgyhogy mindig kiszedem. Ugyanúgy Jézusom, én most jövök rá, hogy milyen válogatós vagyok. Én azt is így eszem. Megeszem az egész fehér részét, imádom, leszapogatom, és gyűlölöm a mandulát. Nem eszem meg belőle, de nagyon szeretem magát a csokit. Imádom. De az a legjobb benne, a roppan kézed, a közepe. Nem, ez tök érdekes. Először roppan a széle. Én például mindig megfagyasztom a Raffaellót, leszedem foggal róla a külső részét, azt megeszem, de ezt gyorsan eszem meg. És utána pedig csak a krémet, letört, meg a mandulát. Csak mióta letört két fogad a fagyott Raffaello miatt, azóta már darába eszed, inkább iszod. Azóta inkább vettél egy sékkel, és megiszod. Virággal. Kicsit rágmált nekem. Éva, a Raffaello támogatásával. És olyan nincs, hogy mentek az országba, egy benzinkúton megálltok egy doboz Raffaello, és megeszitek? Én ezt nem. Nem neked szeretem. Kell hozzá egy mély csak hűtőt. Úgy, meg kell, le kell hűtenem. Én magában nem szeretem, úgy ilyen, én azt szoktam mondani, hogy nyám-nyám. Nyám-nyám? Aha. Nagyon nyám-nyám. Most így már kezdem érteni, ugye? Hogy nyám-nyám, de próbálj meg ki tényleg, amikor megvan, mert ha nem is kell egyébként nagyon átfogyasztani, csak nagyon hideg legyen. És akkor így le lehet róla roppantani a tetejét, és akkor ott marad egy ilyen kis fehér kókuszgolya a középen mandulával. Tehát leroppantod a tetejét, a belsejét kiveszed a szádból, megeszed a izét, és utána visszateszed a belsejét, és nyám-nyám? Igen, igen. Aha. Én megeszem, mert ugye temetőben nem tudom kihordani már. De mi tök jól tudnánk Raffaellót tenni, mert én megenném a Raffaellót, és odaadnám a magyarót, azt meg te. De én leszopogatom neked, te meg élvezheted a roppanást. Tehát három, ami egyébként tök jól meg tudnánk enni egy csokit, egy pizzát, egy rakott krumplit, három, ami egyébként jól laknánk, ha ugyanazt tennénk, mert mindenki más tenni. Meg én halnám. Mit tennének anyám? Én a kakaócsikának a szélét is szeretem, meg a pizzának a szélét is. Oké, a rakott krumpliból enyém a kolbász. Én a pizzaszéleket, azokat lehagyom például. Nagyon jó. Tehát, hogy mi azért jól ellennénk. Jó. Egyébként. Ó, Istenem. Na jó van, gyerekek, hát köszi az SMS-eket. Szerettem ezt a pizzátos dolgot. Viszont hihetetlen dolog zajlik a MÁV-nál, olvastátok? Hóesésben nem késnek a vonatok. Igen, Geri írta nekünk, hogy néhány helyen már szállingozik a hó, de hogy nem késnek a vonatok, egyelőre úgy néz ki, hogy a MÁV fontos. Lehet, hogy valami új év, új dátum, új vezetés. Új fogadalma. Új mozdonyok. Friss szén. Friss szén, új lapátok. Fűtött sín. Valami, igen, mi történhetett? Áramot vezettek a sínbe és fűtik. Megnyomtak egy gombot, amit eddig nem mertek, vagy mi? Nézd meg, ránézünk a MÁV térképre, és minden zöld. Valószínűleg lefagyott az oldal, nem? Ez egész. De még tavaly. Gondolom, hogy ránézze, ez egy tavalyi képet. És minden mutat, kék. Kifotóztak hát, screenshot-tal egyet, amikor semmi nem késett, és azt berakták állandóra. Ravasz fiúk ezek a MÁV-nál. Hogy csinálják? Nézd meg. Egy-két sárga van egyébként, de az is csak az irigység miatt, hogy a többi a zöld. Nézd meg. Nem, egyszer nem késnek, de hol esik a hó? Hát aha. A Mátrában például. De ott nem jár vonat. Nem, vagy történt valamit az elmúlt két hétben, amiről nem szólt. Nem épp oda, és semmi. Nincs egy felcsút Mátra.
Nincs? Nem kötötték össze? Nincs. Kékesetőt felcsúttak? Nem. Még nem. De már tervek vannak rá. Így van. Ez előutal a lifestyle-hoz biztos megy. Hát... Tudod, mit akarok mondani, hogy... Fogalmam. De szerintem mindjárt ez nagyon fura, én most már hazafelé le fogom tesztelni. De nincs hó Budapesten, nincs hó ember. Ott, ahol van nem hó, lehet, hogy nem járnak mondja. Egyszerűen a hidegsínek miatt, és nincs, ami késsel. Nem tudom, de minden esetre azért ez egy jó hír. Ez biztató. És hova jöttek most meg az új vonatok, gyerekek? Megjöttek valami új félig vonat, félig hév... félig ember, félig állat, ló húzza meg ember is, kentaurok, és pegazusok szárnyalnak vele. Mi az? Szeged hódmezővásárhely. Hát ott nincs nagy akadály, tehát nagy hegyeket ott nem kell. Félig vonat, félig hív, szegény volán, itt a vég. Ez az új MÁV szöge. De láttam, hogy nagy dírrel, durral beharagozták, hogy ez még ilyen még nem volt, és hogy micsoda nagy dolog, és hogy... Ezt is Lázár János jelentette be? Igen, ez volt. Ez a videó. Ez a videó, óriási nem dolog. Nem kevered össze valamivel a Horthy étkező kocsijával, amit most vettek meg? Nem. Az villamos. Azt mondom, hogy láttam, hogy félig villamos, félig vonat, félig hév, félig metró, valami jött. Aha, megint összedobtak nekünk valamit a ruszki. Tramtrain, ugye ez a tramtrain. Tramtrain, igen, valami. Az orosz. Egy kicsit ez, egy kicsit az, de busz. Ha akarjátok busz, ha akarjátok hajó. Használjátok annak, egyelőre nem rohad az alja. Nézzétek, a csövet dugtok bele, harckocsi. Igen, rakjátok rá, T-34-es, annak is megfelel. Nem, csak olvastam, hogy tudjátok, én ezeknek így örülök, hogy ilyen kis új szerelvények, új vonatok. Mi a neve? Tramtrail. Ez olyan, mint a Camtrail, tudod csak. Camtrail. Na nézzük. Tudod, ez ilyen... Ez villamos is, meg izé is, vasút is. Igen, ez kicsi villamos, kicsi vasút, így a kettő között valahol félúton. Biztos, hogy rosszat írtam. Mit Camtrail? Mit írtam? Utánfutókat. Ezek utánfutók, amiket én kaptam. Na mi van a hava, gyerekek, mi van a... De én nem tudom. Így ez alapján így viszonylag keves az információ. Kérdezik, hallgató, a havazási fogadással az csengetted a gubát? Kicsengettem, még mi elmentünk volna a szabadságra. Ugye fogadtunk abba, hogy 10 000, hogy esik a hó, én mondtam, hogy nem esik, nekem lett igazam, köhögted? Persze, voltam, mikor köhögtem? Vagy csak, hogy látványosan valakinek odaadtam. Nem, neked adtam oda adásban rá, és úgy kezdtem, és odaadtam. Csak hát tudod, hogy neked azért ez nem egy tétel, amit megjegyeznél. Szerintem abban a szent pillanatban is hagytad. Jó, úgy, de akkor ez megvan, akkor az elrendeztük. Köhögted a gubát. Itt felejtetted, én meg eltettem. Mi van a bringáddal, hogy áll? Hát alakul, de hát az alakul, tehát ugye azért lassú vízpartot most majd biztos tavasszal már fogok tudni vele venni. Hát szájjal csinálják, vagy lábbal? Nem, hát ez, erről beszéltünk, hogy azért tehát jó, idő kell hozzá, spéci lesz. Igen? Oké. December közepén megvolt. Malomkerék termeli azt az áramot, amivel csinálják December majd a kerekeket. December közepén megvolt rá a lecsó. Ha lecsó van, minden van. Ugye ezt tudjuk. Igen. Egy hónap eltelt, hol a biciklid? Hát a bicik nem alakul, tehát... De biztos, mi mit alakulnak? Mit csinálnak vele? Én próbáltam meg abba az irányba terelni őket, hogy ők ne karácsonyozzanak, ne töltsék a pihenést a családjukkal, stb. Nem fessék le a bringámat, rendeljék meg az alkatrészeket, rakják leállt össze. Leállt a gyár olaszoknál. Hát egy picit, igen. Hát tudod, olaszos temperamentum. Nyára is nagy leállók, meg télen is nagy leállók. Ugye Jani nyert tőlem egy bringát, csak hát ha valaki nem tudja, ugye kapsz tőlem egy bringát. Kiválasztottam az alkatrészeket is, amivel ugye át lesz alakítva a kerékpár, tehát nem úgy fog kinézni, ahogy egyébként gyárilag a katalógusban benne van. Egy-két dolgot fogok csinálni. Csak az volt a baj, hogy egy alfával hozták a szeket. Pont egy olasz biciklin fogsz ülni. Valahol most a pósikságon valahol félre. Az út célére várják a trélet. Éppen harcsákat fognak a pófolyóba vele. Ilyen lesz, gyönyörű lesz minden. És ezek után semmit nem mondhatsz az alfájára, ahol az bringával bizony, fogsz járni. Óriási kussolgatás lesz, jó, János. Ti egy család lesztek. És alfába is. Bringába jók nagyon. Próbál kimenekülni, mi? Egy család vagytok, tehát innentől kezdve. Nagyon jó lesz, csak hát ugye egy olyan sráchoz viszük majd lefényeztetni, aki azért egy kicsit el van havazva, a szó átvitt értelmében. Meg tudjuk venni a srácot. Meg tudjuk venni, hogy előre vegyem. Na jó, de szép lesz. Egyébként meg gyönyörű, ne szarozzunk lesz. Már, hát 40 000-re ment az a vacak. Így van. Igen, kár, itt hogy a múzeum nagyon jó. Ja, tényleg már elment? Nem. 39-en adtam el. Basszus. Az jó. Pénteken volt egy megérzésem. Hát fél nagyon nagyot ment. De most úgy látom, hogy korrigál egy kicsit. És most hova esett vissza? Hát 32-33 körül van, de 40 000 volt a bitcoin. Ugye nekünk a fogadásunk az volt, hogy átlépje a 20 000-et. És azért vajudott, hogy kevesebb addig a 20-ig. A 20 000 az egy erős támasz, ott 40 000-ig felrángatták, 43 000 is volt, bocsánat. Tehát ott volt a vége, igen. De most úgy látom, hogy egy komoly korrekció van.
ilyen 33-ra jött most vissza. Úgyhogy az a duplázott konkrét. Hát nem duplázott, hát tavaly áprilisban 5000 volt. Igen, most azért azért hát azért az jó voltak szoros. Azért még így a tőzsdei életben, ugye a Tesla is, ami meg négyszerezte magát, tehát hogy akár, tehát hogy ha valaki vet, én azt mondom, hogy ha valaki vet valamit, vannak ugye nagy kockáztatók, meg azok, akik így hisznek azok a dolgokban, mint például a Bitcoin, érted, ami mögött nincsen igazából semmi, vagy legalábbis nem érzem, de a Teslánál azért ott volt mögötte az apparát, meg a teljesítmény, ott azért látta dolgokat, és az ugyanezt megcsinálta. Tehát hogy az év elején te belevettél volna a Tesla, nézd meg most, hogy hol van. Hosszú távon én mégis azt mondom, hogy 100-150 000 a reális célár a Bitcoinnál. Ne. Fogadhatunk újra valamiben, ha gondolod. Mit tudom én, kapsz egy pumpát, mint... egy bukós is. Hosszú távon, egy ilyen felmenetel után egy ekkora korrekció simán benne van. Egy első átcsó villogót, egy dudát, egy zsengőt, amit szeretnél. Itt volt már az ideje a korrekció. Egy jó kitámasztó, igen. Simán az is benne, hogy lehet, hogy 27-ig, 28-ig újra. Tehát egy ilyen hegymenet után azért benne van a korrekció, hogy 30-40, akár 50%-os korrekció. De az biztos, hogy szédület eset ment. Hát nagyon durva. És a 40 ezer, akkor a bányászok nem írják már. Kérdezik a hallgatók, hogyha 40 ezer, az nem két bicikli? A fogadás az úgy szólt, hogyha eléri a 20 ezeret. Akkor nyereg is lesz rajta. Igen. 40 ezernél majd összerakjuk darabot. Jó, hát az Istenem, de kiállva, mint a nagyobb az izomnak. Igen. Ez most ez szakadni fog szépen. Na, csak szakadjon, akkor majd veszünk. Ez hát ezt kell csinálni. Ennyi. Ki kell szállni, jókor? Tudod, mikor veszek? Igen. 30 ezer dollár? Hát az 10 millió forint egy ilyen vizéért. Erre úgy kell gondolnom, mint egy értékmegőrző dologra. Ez nem úgy, nem a készpénz fogja átvenni, ez most egy ilyen menedékeszköz. Igen, akár annak is mondhatjuk. Nem minősül ajánlattétel. Semmiképpen ne vegyetek 40 ezer bitcoint, ha megvetitek 27 ezernél, és két nap múlva figyeljetek nekem. Lesz az még 30 is, ahogy szakad, amilyen gyorsan. Most néztem rá egyébként. Na jövünk mindjárt, egy perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Nyolc óra után vagyunk, 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Új év! Új lehetőségek! Új szab! Új... Dehogy új, ugyanazt teszem 10 éve. Látom az acskót. Új minden. Gyerekek, 2021 van. Hát nagyon jó azért, ez így. Bújék mindenkinek, itt vagyunk, és most már élőben vagyunk. Kevés a közlekedés ír, úgyhogy küldjetek, hogy mi a helyzet. Jó, álltuk, a MÁV nem késik, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Igen. Ha van friss, az küldjetek el. Van, gyorsan ízlelgessük addig, amíg még lehet. Így van. Ezt az információt, mert valószínűleg ez változni fog. Figyeljetek, én például ünnepek alatt Moni figyelmeztetett rá, hogy nagyon jó dolgot találtam ki, akkor még egyszer felvezetem a dolgot, hogy tudod egy kicsit lassítani az időmúlását. Például úgy, ha azt hiszed, hogy már 2022 van. Én egész ünnepek alatt ezt toltam, és aztán Moni mondta, hogy ezt nem ért, hogy miért tolom ezt a 2022. Ez miért lassít? Mondd azért, mert hogy 2021 van. Hirtelenül visszaugrott. Szólt a feleségem, hogy nem lenne baj, hogy rá tekintenik a dátumra, mert 2021-et írunk, tehát 2020 volt tavaly, idén pedig 2021 van. Végig 2022-t mondtam, és amikor rádöbentem, hogy csak 2021 van, illetve rádöbentett a nálam okosabb nejem, akkor így De jó, még egy év. Csak 51 leszek. Nem kell összetörni a telefonodat, tudod, és akkor látod. Dehogy nem, mert kapok is majd egy újat. A legjobb hír, amit idén hallottam, hogy újra van Szabim. Írja egy hallgató. Bújjék, srácok. De mi kezdesz szenilis lenni, vagy megőrülni, vagy nem ismered a naptárt? Vagy egyszerűen csak úgy annyira durva volt ez a 2020-as év, hogy kitörölted a 21-es, és egyből 22-re ugrottál? Vagy miért? Nem, mert valamiért nekem az volt, hogy ez most 2022. És hogy már 52 leszek is, de durva. És aztán szólt mondom Moni, hogy nem, csak 51 leszel. Bár 52-nek nézel ki, az stimmel, de hogy ettől függet. És akkor így visszajött, hogy hú, de jó érzés. Van egy évem. De jó érzés ez. Na, lehet, hogy érezted egyébként, hogy ez a 2021 azért még nem lesz olyan, és akkor túl akartál. De olyan lesz. Olyan világos. Olyan lesz, én nagyon hiszek benne. Nagyon hiszek benne. Így van, és ne felejtsük egymást, csak 346-tabb karácsonyig. Köszönjük szépen. Rohan az idő. Nagyon rohan az idő. M3-as már most beáll, de az okát nem tudjuk, csak nagyon nagy dugó van, ha lát valaki valamit írja, mert nekünk M3-as bevezető be van állva, mint a szög egyébként. Úgyhogy ott vigyázzon mindenki. Jó, ha láttok balesetet, vagy trafit, vagy hallotok valamit, akkor pedig hát küldjetek el nekünk. SMS Viber számunk változatlan 0-23-111-111. Már vannak dolgok, amik ugye nem változnak. Hát ez ilyen.
Ez ilyen. Halára zabáltátok magatokat karácsonykor? Persze. Igen? 2 kilót hisztam. Jézus már. De a szerencsés. 1 kiló világított. Megint 60 kiló vagyok. Megint, úristen! Megint betörtél egy éjszakai patikába, hogy sebb tapaszt, illetve világított. Figyelj magad. Félelmetes, hogy ezt nem tudja kikerülni az ember, de tényleg. Nem, egyszerűen képtelen. Tehát ugye a remetének kell lenned valahol fent, nem tudom, a bükkben, egy barlangban, ahhoz, hogy kikerüld ezeket a karácsonyi ilyen zabálásokat. Képtelenség. És már a fogyókúrát, azt már ilyenkor ugye meg is szegjük. Tehát 11-én már vége is. Elfogytak már otthon a maradékok? Nekünk még maradék nem, is nem, mi még esszük a 24-én halásztelet. Picit penészes, picit aspikos, de nagyon jó, szeretjük. Anyádik pedig még áprilisban. Igen, illetve a mágtölteléből megmaradt mákos tészta. Picit avas, picit kaparja torkunkat, de hát azért így január közepén lassan fogynak a maradékok. Ti még eszitek, vagy mire gondolsz? A töltött káposzta mélyhűtőben. Ja, úgy mélyhűtőben. Lementük a pincébe, és találtunk még egy tálca islert. Annyi, hogy 86-os volt. Igen, de jó, az még. Igen, mi baja lehet? Ezt meg a ballagásodra kaptad, de nagyon megörültél neki. Eredetileg diós volt, de kicsit lekvárosra avasodott. Figyelj, tényleg. Tehát és 2 kilón mennek, nem hittem el, komolyan mondom. Hát lemozgod majd, ez azért nem annyira sok. Az nem annyira sok. Még a testtömeged 30%-a. Hogy... Azért. De... Na, nálam azért sok. Nálam mert összesen 26 kiló vagy. 120 kilós embernél 20 kiló lett volna. Igen, azért ne felejtsük el, hogy 32 kiló vagy versenysúlyodban. Hát azért ahhoz képest a 2 kiló, az nagyjából egy 6-7%. Elszopogatok egy kis savanyú cukrot, ahogy ti annak idején értett köpködök 2-t, azt már 57 kiló vagy. Nyitnak a szaunák, akkor majd leszaunázod. Hát ha nyitnak. Tessék? Ha nyitnak. Nem fogom semmi egyébként. Na. Tudjátok, miért jó alkalmaz gyereke van az embernek? Nem tudjátok? Még miért? Mert hamarabb költözik el otthonról. Mert nagyon közel van a költözés. Ismeritek ezt a Jokes for nevezetű történetet, ami nincs meg egyáltalán? Yes, Jokes for nem ismeritek? Nem. Mi ez? Abszolút senki? Senki. De, Anna se zsűl, de kiderült, hogy van egy kamasz gyereked? Kiderült, hogy van egy kamasz gyereked. Nem lepődnék meg rajta, hiszen ő nagy országjáró volt. A Jokes van arról szól, hogy ezt a Benny mutatta nekem, ez arról szól, hogy te fel tudsz hívni valakit, akinek beütöd a számát, és valamilyen esemény sorozatot rá tudsz zúdítani telefonon keresztül. Nincs meg? Nem is vettek ezt a történetet. Lehet egy olyan esemény sorozat, hogy miért hívogatod a barátnőmet, lehet, hogy esemény sorozat, hogy esetleg gyorshajtó vagy gyorshajtóval találkoztál, vagy éppen áramszünet van, és neked kell megoldani. Valaki van a telefon másik oldalán, akivel te beszélgetsz. De akkor ezt nem ismeritek. De ez rendes élőhívás? Nem, ez nem egy élőhívás. Ez nem egy élő... Most kezd leesni Janinak. Hogy rohadjatok meg? Figyeld az Annát! Ez arról szól, tudtam, hogy egy gépi hanggal tudtam, te vidáman elbeszélgetsz. Reggel akartam bejönni a sztorival. Egy előre felvett hanggal te vidáman elbeszélgetsz, de a hangot csak lejátszák neked a másik oldalon, aki szüneteket tart, anya, tempót tart. Megvannak. Veszél. Számkijelzés nélkül hívogat? Számkijelzés nélkül hívogat. Számkijelzés nélkül kapsz egy volt egy nem fogadott hívást? Nem, telefonhívás. 15, de pont bringáztam, és nem vettem föl, mondom. És ti voltatok? Azt hittem a villanyszerelő, és hogy valamiért egyébként úgy hív egy számról, hogy mondom, nincs seki. Mondom, várom a hívását, mert szeretnék valami kis munkát elvégeztetni vele a hétvégén, és oda felveszem a telefont, és mondhatom? Mondhatod, persze, mert hogy mindenkit végighívtunk a stábból. Én azt hittem, hogy az első másodpercben teszitek majd le a telefont, és jöttök rá, hogy egy gépi hanggal beszélgettek, de ilyen cúmja, amiből ti kerültetek, és magyarázkodva beszélgettek egy gépi hanggal, és hogy ez nektek nem esetleg. Nem, ezt te megkapod utána, megkapod, tehát én beütöm a számot, ez a szám téged felhív, megtörténik maga a beszélgetés, és ezt a beszélgetést én hangfájban megkapom, ahogy megkaptam a ti hangfájlotokat is egyébként. Ez ott volt. Figyelj, ez ott volt egyébként az opciók között, hogy mi lehetett ez, mert egy olyan nagyon jól találták meg azt a dolgot, amin keresztül engem magyarázkodásra lehet késztetni, illetve ahol én mindig nagyon-nagyon udvarias vagyok, és nagyon elmegyek egy határig, és nem az vagy, na elmész te jók. Nagyon cukik voltatok, meghallgattuk. Ugye Jani kapott egyet, hogy hangos a kutyája és ugat. Felhívott egy nő, hogy a mi kutyánk állandóan ugat, és hogy ők egyébként már aláírás gyűjtést kezdeményeztek, mert hogy a gyerekek nem tudnak tőlünk aludni. És így mondom neki, hogy mondom, elnézést. Nem mondd el, akkor meghaltjuk az egész beszélgetést. Zsűl kapott egyet, hogy lopja az internetet. Annának megjött egy, hogy pizzafutár van. Julit felhívta egy csaj, aki elmondta, hogy miért hívogatod a pasimat. Mindannyian készségesen elbeszélgettetek. Nem akarok előre magyarázni. Nagyon drágák voltatok, de olyan amatőrök vagytok, hogy az nem valami elképesztő.
Nem, mert nagyon jól választottatok témát, mert nem, tényleg nem akarok előre magyarázkodni, de én kényesen ügyelek arra, hogy az összes szomszédunkkal nagyon jó legyen a viszonyunk. És próbáltam is, majd ez kiderül a beszélgetésben, hogy visszakerült, biztos, hogy egyébként egy jó helyez, vagy jó számot írtál, vagy tudod, hogy kivel beszélsz? Mert hogy amikor egyáltalán nem ugat. Anna, te pizzafutárt kaptál. Igen, nagyon udvarias volt a fiatalember, aki fölhívott, de én gépi hanggal beszélgettél. Nem lövöm le, de nem lehet rájönni, hogy gépi hang. A tempó az, ami a tempó az, ami vele, hát nem lövöm le, majd meghallgatjátok. Én vagyok, tehát abszolút. Anna helyre tette. Senki nem létező pizzafutár. Senki nem borult. Kivel akartok kezdeni? Kit hallgassunk meg először? Hát nem borultam ki, majd meghallgatjátok. Hát olyan voltam, amilyen én vagyok, amilyenek ismertek. Hoztam a formát. Persze, hát Jani, valaki egyszer csak váratlan, hogy meghozta a pizzát. De ugye ő csak szünetek, ő egy automatával beszélget. Tart egy pici szünetet, te meg élőben beszél. A pizzát, amit ő rendel. És hát ugye tudjuk, hogy milyen világban élünk, ugye mikor fölhívnak, hogy mire megy ki a játék. Na hát én rögtön kapcsoltam. De, hát te valami összeesküvés elméletettél mögé, vagy hogy nem valamit... összeesküvés, hát lehúzás. Hát konkrétan, hát hány ilyen dolog volt, csináltunk adást. Na, és akkor mekkora mákjuk volt, mert pont erről beszélgetünk ott, hogy nem Móni vette fel a telefont. Mert ott más valószínűleg más kimenete lehette volna a dolognak. Most te országos hírűvé vált. Szent meggyőződésem volt, hogy nem vesztek fel eleve magánszámot. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy ez sanctalan, mert hogy magánszám az ez magánszámról hív, ugye? Tehát, hogy sanctalan. Hát igazad van, mert 100-ból 99 ugyanez, én sem veszem föl. Mentegetőzés az egész. Tényleg, nagyon ölvettétek, gyerekek. Kíváncsiak ez a meló. Azért, hát valami kis guba esik a házhoz, hát valami meló, hát valami. Mikor jössz szerelni a kamerát, hogy lesz szerelőre. Gyerekek, egy baromi régi dolog, tehát hogy ez egy ilyen többi, ez hát a jokes volt. Nekem ezt a Benny mutatta, hát én nem ismertem, hogy ők ugye egymást így hívogatják. Na, Anna, kezdjünk akkor veled, jó? Anna, hogy reagál arra, hogy pizzája érkezik, figyelj. Igen. Hello, meghoztam a pizzát, itt állok az ajtónál, és senki nem nyitja ki. Nem hiszem, hogy hozzánk hoztál pizzát, mert mi nem rendeltünk. Igen, figyelj, meg tudnád erősíteni a házszámot? Csak, hogy biztosan menjek. Az 5-ös számnál vagyok az utcán. 21/S, 5. emelet 16. De mi nem kértünk pizzát. Micsoda? Hogy érted, hogy nem rendeltél pizzát? Itt állok a motorom, mert nem hallak valamit. Tehát azt mondod, hogy nem rendeltél pizzát? Azt mondom, hogy nem rendeltem pizzát. Igen. És honnan hoztad volna? De most erősítették meg a kollégáim is, hogy erről a telefonszámról és címről rendeltél egy 4 évszak pizzát. Látják a hívást attól a számtól, amit éppen hívok? Aha, hát mi nem rendeltünk pizzát. Tehát, hogy ez 100%-os a tempója. A telefonról nem rendeltünk pizza rendelés. 5000 forintba kerül, és ha valami probléma adódna, hogyan oldjuk meg ezt? Kifizeted a pizzát, vagy sem? Nem fizetek ki semmit se. Azt hadd kérdezzen, hogy milyen pizzériáról beszélünk. Mi a neve a pizzériának? Oké. Akkor én fogok fizetni, érted? Hogy te mennyire kapzsi vagy? Nem akarsz rá választani, hogy mi a neve a pizzériának. Figyelj, öreg, ahhoz hamarabb kell tölkened, de átcsapjál engem, oké? Na menjél szépen a picsába! Szifogadó! Ez jó! Gyerekek, de zseniális! De úgy, Anna-Annáson tette helyre. Igen, azt hittem, hogy le akar valaki venni. Nálad élek! De nálad volt egy ritmusa. Ez tök király volt, mert ez tényleg olyan volt, mint egy beszélgetés. De mindjárt meghagyjátok, hogy nálam nem volt ilyen, csak mondta magáit a P, érted? És így egyszerűen nem tudtam vele semmi eszét a zöldágra verni, hogy nálad megválaszol. De teljesen valós emberrel beszél, én teljesen bedőltem. Mert jó tempóba jött minden, és ráadásul még jó is volt a végén indul, amikor kezdtek bedühödni, akkor indul mindenkinek az összebeszéd. Mikor Jani is elkezdi mondani, te is elkezdted már mondani, ott már ugye... Jaj, neked mindjárt mutatjuk, neked hallható hangodat. Jó, mutassuk meg, hogy egy más temperamentumot, mutassuk Zsült, aki egészen máshogy reagál arra, ha kiderül, hogy lopja. Rögtön bevallotta. hogy tudnák ezt a dolgot elítélni. Lopja valaki internetét. Zsült nehezen kimozgatható a komfortzónájával. Mutatom, hogy ő hogy reagál. Nagyon kis visszafogott van. Halló? Hello, nézze, én vagyok itt az egyik szomszéd, és úgy látom, mert megint rácsatlakoztál a wifi-mre. Megtennéd, hogy lecsatlakozol a wifi-mről? Hogy, szia! Rendszergazda vagyok, és megnéztem a hálózatot, ami ehhez a telefonszámhoz vezetett, amit éppen hívok. De hogy szerezted meg a jelszavom? Zsűl, nem pörög. Te miről beszélsz? A probléma nem az, hogy lopod a wifi-met, hanem az, hogy egy csomó filmet töltesz közben, amitől a netem szuper lassú lett. Szóval lecsatlakoznál? Szerintem valami tévedés van.
Visszafogod. Ennyi. Visszafogod. Nem, nem akarok vitatkozni veled, de én saját magamnak fizetem a számláimat, szóval keres munkát és fizes a saját ifidér. Szerintem valami félreértés van ebben. Visszafogod. Igen. Na persze. Ne trükközd már. Tudod mit? Az ilyen emberek miatt, mint te tartott az ország, ahol. Elég ide nagy. Tudod? Oké. Szia. Kicsit puhatolózott, kicsit áttérbe vonul, de hogy finoman intézte, nem húzta fel magát. Igen, Zsültől nem lehet várni, hogy majd jó van, a öreg megkerestek, és a torpadon keresztül kirántam a beleidet. Tehát, hogy más, Anna és Zsült temperamentuma nagyon szépen megmutatkozik egy ilyen jokesfonnál is, hogy Anna kellően rendben rakta az új ember, elvésztem. Igen, Zsül pedig sokat gondolkodott. Zsül meg a maga visszafogott, mert egész máshogy intézte ezt. Ilyen szép keretbe foglalják az én, kicsit be vagyok szarva, hogy ezt meg fogják írni. Igen, Zsül a maga visszafogott módján puhatolozott. Jó, nézzük meg akkor, mi van, ha valaki arra panaszkodik, hogy hangosan ugat a kutya. Te egy ilyet kaptál, Jani. Nálatok hangosan ugat a kutya. Igen, aki soha nem ugat egyébként. Jani hangját érdemes figyelni, ahogy elkezdi magát úgy fölhúzni, hogy nem hallatszik rajta, de közben már hallod a temperamentumán, hogy egy picit beremeg a hangja. Van egy ilyen rész, ahol már nagyon elkezdte felhúzni magát, de úriember voltál. Igen, azért, mert tőled, az idegesített benne rohadtul, hogy állandóan a szavamba vág, és nem tudok semmit végigmondani. Túl hosszan beszéltél. Igen, és egy picit elkezd a végén megremegni a hangot. Igen, figyelj, mutatom. Mi van, hangosan ugat a kutya, Jani? Na, figyelj. Halló? Jó napot, az egyik szomszédja vagyok, és szintén szóval nem szívesen mondanám meg a nevem, de azért hívom, mert a kutyája nagyon hangosan ugat. Tudja, mert napok óta nem tudok aludni, és csak meg akartam kérdezni, hogy tudja, hogy a kutyája mennyit ugat? Nagyon kedves, hogy tetszik telefonálni. Egyébként én Vadon János vagyok. Elnézést, hall engem? Halló? Igen, halló, hallom. Te beszélsz. Halló? Halló? Hát igen, nos, én beszéltem a többi szomszéddal is, és kiderült, hogy hajnali 3 környékén is ugat, és felébreszti a gyerekeket, aztán persze már az egész családot. Szóval én összejöltöttem a szomszédok aláírását a panasszal kapcsolatban, amit bedobni kapott fel edejebb, ugye ez nem lenne probléma. Egyáltalán nem lenne probléma, csak szerintem ön rossz számot hívott, mert a mi kutyánk egyáltalán nem ugat, benn van a lakásban. Oké, csak gondoltam, jó, ha tudja, hogy a kutyája unalmasabb, mint a teknős harc, nagyon fárasztó. Vigye már el sétálni, ember, egész nap csak ugat. Bocsásson meg, most nagyon kedves kis műsor tetszik csinálni, de a mi kutyánk egyáltalán nem ugat, semennyit. Hallatszik a hangját. Szerintem összekever valakivel. És itt ért véget, itt nem tudom, hogy ennyit tud rögzíteni, vagy te itt ráraktad a telefont, vagy mi történt, itt nincs elköszönés. Valószínűleg itt ér véget a történet, tehát ilyen 1-10-1-20-at rögzít körülbelül, utána véget ér, nem köszön el, nincsen lezárás, de hallhatóan remegett a hangot. Már kezdett egyébként rohadtul feledékesíteni, igen, mert ráadásul mondom, tehát, hogy ugye egy olyan dolgot, azt hittem, hogy ez prosztó humor, valami, ez annyira béna, de jó. Ez valami unatkozó, minden lében kanál, hülye pé lehet ott valaki a környéken, mert ez összes szomszédot ismerjük mindenkiről, tudjuk, hogy tök jó fejek, tök jó arcok, nagyon sok kutyás is van köztük, és hát ők is nagyon jól tudják, hogy a Tira nem szokott ugatni. Tehát vagy amikor kim van velünk az udvaron, akkor, illetve csak akkor van kint, amikor mi is kim vagyunk. Egyébként meg bent van a lakásban. És így, és ezt csak, hogy mondta. Nem jött, hogy automata, nem jött, hogy más a hang, hogy nem jött, hogy nem arra reagál, nem, senkinek nem, semmi. Nem, én őszintén, amikor elkezdte ezt mondani, na akkor. A vége már nagyon színészesen tolja. Igen, de ez a nem, azt hittem, hogy tudod, én megpróbálok jó pofáskodni, meg hogy poénkodni, meg hogy hívják, kigúnyol, meg izé, meg, és eleve ez a kutya nálunk, ez ilyen tényleg érzékeny téma. Jó, amint te fölhúztad magad, az első mondat, hogy te kétszer bemutatkoztál, és nem mutatkozott rá. Nem mondta meg. Igen, de kétszer mondtad, Vadó János vagyok. És azt nem véletlenül azért mondtad, hogy mutatkozom be. Hogyha valaki nem mutatkozik be valaki. Te már ott kész voltál. Igen. A kutya már csak hab volt a tortán. Én nem vártam meg a végét, mert ugye szóval én letérettettem. Kiki vérmérséklete szerint Jani a maga visszafogott, de azért dühös. A Zsül a maga, vagy tényleg lopod a netet? Ez egy másik variáció, hogy már te azért gyanús vagy, Zsül. Ide csalgott, és igazam van, szerintem te lebuktál egyébként. Ott azért utána néznék a Digidél, vagy a T-Home-nál azért. Honnan jön a széles sáv? De meg ahogy kell, elküldtem a csodába. Rövidehez az élet. Móni csak annyit mondott, hasonlóan a temperamentum annáihoz, hogy szerencsére, hogy nem én vettem. Az, figyelj, az még most meg harmadszorra hallgatnánk meg. És utána mondtad a Monnak, hogy valószínűleg átverés, vagy még benne voltál a hévbe, hogy... Elkezdtem rajta gondolkodni, mert körbevettük az összes szomszédot, mondom, ez ki lehet.
Mondom, ez ki lehet. Körbe mentél megnézni? Mondom, ezek biztos, hogy összegvallam, van egy kis kutya, aki elég sokat dugott a környéket, ők is ismerősök, de nagyon cukik, nagyon aranyosak, és mondom, ezek biztos, hogy összekevertek vele. Hát mondom, de nem létezik, hogy azt gondolják, hogy a tira hol ugat már a tira, mondom, nincs is kint az udvar a jó formán. De miről beszélnek ezek? Ki lehetett ez? Ismersz itt valamilyen kisgyerekes családot, hogy egy aláírásokat gyűjtek, és kitől kérték az aláírásokat? Mindenkivel jóba vagyunk. Ki írhatta ezt alá? Na jó, beszélünk holnap az esztét. Összeesküvés van. Az egész kerület ellenetek van. És Móni ugrásra készen várta a következő hívást. Hogy ahogy hívnak még egyszer, és azt már átadtad volna a telefon. Nem, mondtad, ő mondta, hogy a következőt én veszem fel. Ó, meg kellett volna még egyszer. Ő megöttem a pizzával, vagy nem tudom, még van egy gyors hajtás, vagy nem tudom mit. Na jó, van még Julink is, akkor itt a hírek után meghallgatjuk. Juli kapott egy hívást, hogy miért hívogatod a pasimat. Ugye tudsz választani az opciók közül. Nagyon jót kapott, miért hívogatod a pasimat? Juli elsírta magát. Nem, mondta, hogy a Mirot semmiképpen ne hívjátok fel. Próbáljuk meg intézni normális. Juli megírta SMS-ben, hogy remegett utána kezem lábam. És most írja, basszus, ti voltatok? Egész este magyarázkodtam Mirónak. De szép! Hát igen, azért ott a pasit végighallgatja, hogy te valakinek magyarázkodsz a vonalban, hogy de nem tudom, miről beszél, de nem hívogatom pasit, de nem én voltam. Hát azért az utána izgalmas most. Igen, de kár, hogy Juli nincs itt élőben. Na mindjárt meghallgatjuk Julit is. Jó, 9:01, jövő mindjárt a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és sokan kérdezitek, akik hallgattátok az előző blokkot, hogy lehet ezt megcsinálni. Ez egy alkalmazás, egyébként nem is annyira új, csak hát az embernek kamasz gyereke van, akkor utána ez így gyorsan körbe megy. Ez a JokesPhone nevezető alkalmazás, ahol te ki tudod választani a hanganyagot, beírod a telefonszámot, megtörténik a hívás, te megkapod magát a fájt, amin aztán tudod szórakoztatni a barátokat, szomszédokat. Ha a körítés tényleg ilyen körültekintően van kiválasztva, akkor gyönyörűen be lehet szopni. Meg figyelj, pont azt beszéltük itt a zene alatt, hogy amikor egy ilyen telefonhívásba vagy, nem esnek le olyan alapvető dolgok, ami alapján ez megbukna, ez a sztori. Nem esik le, mert elkezdett húzni magad, hogy mit zavar, mi én, a kutyám, a izé. Igen, ugye, igen, és mész bele, mész, és föl se tűnik, hogy ez egy gép. Igen, ugye itt egy gépi hanggal beszélgetsz, valaki megviccel téged, a gépi hang felhív, és te egy automatával elkezdesz veszekedésbe bonyolítani. A fűszag van a lakásban, a vastagbél tükrözés, a váratakszi, a bacskán bement a lakásodba, a gyereket megharapott valakit, sztoriktól tudsz ugye válogatni, kinek, hát mi az, ami éppen jó. Ahogyan égnek a kutya, tökéletes, vagy Annának a pizza, vagy Zsűlnek a lopott wifi. És ezeket a hanganyagokat mutattuk meg, aztán ezt ugye rögzítik, és ezt utána megkapod. Ezek ilyen 1-1.5 percek nagyjából. Már most sajnálom, hogy nem vettem. Hát kell neked biciklizni, érted? Ja. Kaptál volna egy jó kis gyors hajtást. Laci, ma délután egy ilyen vastagbél tükrözéses küldjél már rá. Óriási, nagyon nagy. Igen, a gyereket megharapod valakit az iskolában, ez is van. Úgyhogy nagyon sok mindent tudsz, vagy sok mindenből tudsz választani. Na, Annát meghallgattuk, kedélyesen elküldte a csodába a pizza futárt, ugye? Zsűl a maga meglehetősen kimért, nyugodt temperamentumával nagyon visszafogottan fogadta, hogy lopja valaki wifi-t. Tesszük hozzá zárójelben, hogy Zsűl itt vált igazán gyanúsá a telefonbeszélgetés után, hogy azért ez tényleg valóban így történik. Jani pedig fölhívta egy nő, hogy hangos a kutya, igen, hogy ugat a kutya. És hogy aláírásgyűjtést is kezdeményezett már azért, mert a gyerekeik nem tudnak aludni a mi kutyánk miatt. Igen. Juli pedig felhívtuk azzal, hogy ő miért hívogatja más pasiját. És mint kiderült egyébként, ugye Juli megírta, hogy ő Miró előtt kezdett el magyarázkodni. A Miró előtt futott be ez a hívás. Azért az egyrészt ugye nem tudta, hogy mi voltunk kettő, hogy ugye nem, de azért a pasid előtt magyarázkodni még telefonba, vagy? Hogy te nem hívogatod a csajszi pasiát, azért az egyből gyanús a pasidnak, hogy még tagadod is. Hogy miért magyarázkodsz, ugye? Azért ez meg ki volt a nő, meg honnan tudja a számodat, hát azért ez mégiscsak fura, hogy nem hívogatod, honnan tudja a számodat. Hát azért ez így, és ezek jogos kérdések. Igen, meg hogy azt a régi sztorit már, ezt a régi kínos sztorit már rég magad mögött hagytad, és most megint elő kerül. Igen. Na megmutatjuk Juli, hogy reagált, jó? Ő volt az utolsó. Igen, halló? Szia, ne haragudj a zavarás, de a barátom rengeteg hívást kap erről a számról, és szeretném tudni, ki vagy. Jó a hang is, jó. Erről a számról. Svaka Géva Júli vagyok, szervusz, kivel beszélek? De miért hívogatod? Mit? Ezt hogy érted? Közvetlenül a hívás listában találtam ezt a számot, és te vetted fel a telefont. Hogy lehet, hogy nem te voltál?
Én nem tudom, hogy te ki vagy, én nem tudom, kivel beszélek most ebben a pillanatban, de nem tudom, hogy... Nézd, ez nagyon beszélek. Fontos nekem, kérlek, muszáj tudnom, mi zajlik itt, te jársz vele, de ugye? Nem összesen elmondom, Spreka Géva Júli vagyok, nem tudom, hogy kivel beszélek. Nagyon ki fogok akadni, ha hazudtál nekem, ez igaz? Mi igaz, hogy kivel beszélek? Spreka Géva Júlia vagyok, 0637... Jó, ezt lehúzunk. És keres magadnak saját pasit. Miről beszélsz? Ki vagy te? Ez az Júli. Hagyd neki. Szóval te szeretsz vagy? Mások pasiával flörtölgetni, mi? Jézusom. Júli. Nem tud vele mit kezdeni. Mekkora egy lúzer vagy. Na, szia. Hello. Ugye Júli nem tudott vele mit kezdeni igazából. Nem. Tehát hogy nem is akarta elküldeni, ugye azért hogy megpróbált azért így normális maradni, urinő maradni, de közben azért érezhető mögötte a feszültség, hogy hát igen, anna volt a legkeményebb. Igen, de hogy Júli is a határán van annak, hogy most küldje, ne küldje, vagy mit csináljon. Aztán inkább letette. Aztán elengedte Júli. Igen. De érződött rajta, és na megtalált egy hülye. Igen. Na mindjárt megkérdezik Júlit. Hello Júli, jó reggel, csáó. Elmentek ti a büdös francba. Na mi van? Neked akkor most esik le reggel, hogy ezek mi voltunk. De úgy képzeljétek el, hogy egyrészt ezután a beszélgetés után döntöttem el, hogy le fogom cserélni a telefonszámomat, és a Rádió 1-es nyereményjátékosokat nem saját számról fogom hívni, mert hogy megtalálnak a kettősök folyamatosan. A másik, akit azt hittem, hogy az Alekosz nője hívogat. Ja, mert hogy te hívogattad az Alekosz, persze, hogy igen. Megszólaljon nekünk műsorban. Hogy végig pörgettem, hogy kit hívtam az elmúlt egy hétben. A rokonokon kívül két ember jött számításba. Az egyik az a belügyminisztérium sajtóosztálya, azt gondoltam, hogy ez nem. Talán valószínű nem ők, igen. A másik pedig az Alekosz, akivel levesztette a telefoninterjút, és így eszembe jutott, hogy új barátnője van, és mondom, basszus, becsajozott, és ilyen kettős talált, aki hívogatja már rögtön, előveszi a hívás listáját, hogy szóljak-e neki vajon. Még ezen is elgondolkodtam, hogy fel kellene hívni az Alekoszt, hogy tudja, hogy a csaja nem teljesen normális. Figyelj, és azt is írtad, hogy a Miro előtt magyarázkodnod kellett? Igen, ott volt, amikor ez a hívás becsurgott? Rohadt kellemetlen volt, mert nem csak, hogy ott volt, hanem ott voltak a gyerekek is körülöttem. És egyszer csak azt látták, hogy az anyuk elfehéredik, és így tartja a telefont, ráadásul nekem elég hangosan állítva a telefonom, úgyhogy ők is hallották kb. Ezt az egész beszélgetést. Anya magyarázkodik egy idegen nőnek. Anya magyarázkodik, igen, hogy én kivel flörtölök, meg hogy kinek a hívás listájában találták meg az én telefonszámomat, és így tudod így, amikor kiindod a telefont, és ott áll a Miró, ott áll a két gyerek, és így néznek rád. és nem tudom, hogy mi volt ez a hívás. Aha. Na persze. Mirónak azért voltak kérdései. Hát igen, mert honnan tudja a számodat? Tehát ki a csaj, aki tudja a te számodat, persze. Igen. Kit hívogatok én? De tudod, csak így oltogatod, de úgy láttam a szemében, azt, hogy tényleg mi a büdös franc volt ez? És annyira kellemetlen volt, és tudod, utána próbálsz nem magyarázkodni, mert az is gyanús, de azért valamennyire megmagyarázni, mert az kevésbé gyanús, meg álltam egyik lábamról a másikra, hogy pörgött. De nem tűnt föl neked se, hogy gépi a hang, tehát hogy az végig nem esett le, ugye? Nem. Én tényleg azt hittem, hogy az ünnepek előtt ugye volt egy nyereményjáték, amiatt nagyon sok embert hívogattam. Azon filóztam, hogy ki volt az a férfi, akit mondjuk 3-4-szer hívtam, és nem vette fel a telefont, vagy többször sokáig beszéltünk, de a másik név az Alekosz volt, aki nagyon jó. Na jól van, hát akkor most már tudod, hogy mi történt. Megjöttek tényleg a francba. Mondd meg a Mirónak, hogy megnyugodhat. Jó, átadom. Jól van, puszi Júli. Ciao. Nagyon jó SMS, hogy relatív új hallgatótok vagyok. Mekkora törés volt rájönni, hogy Zsüle, csávó. Mi jöhet még 2021-ben? Még meglepődhetsz sokszor. Júles, egyelő Gyula. Tudod? Igen, ez nekem is az volt, mikor még a Jáksó mellett ült valamikor, és én megtaláltam, hogy Zsüle, csávó, nekem végig csajol, csak az 15 évvel ezelőtt. Darubius rádióban, igen. Na, jokes van, ezt nagyon sokan kérdezitek, hogy jokes van ez az alkalmazás. Gyerekek, a slágert, az Anna elküldését hallgassuk már meg jó, még egyszer. Hát azért az, hogy helyre teszi a meg ott valahogy minden az annyira klappol az a beszélgetés. Benne. Tehát Annát meg kell még egyszer hallgatni. Értem. Az a legklasszikusabb. Jöhet. És nem tagadta meg a vérmérséklet. Igen. Ő, Annás, kicsit mindenki a karakteréhez képest intézte. Nem tudsz kilépni a szerepből, vagy az életedből. Anna nagyon temperamentumos, Zsüla visszafogott, Jani a belül forrongó, dühöngő, de kifelé igen, nem mutató, viszont belül már bomba robban. Júli meg a maga. A pánik. Pánik, de közben a hideg kimértségével és a kegyetlen őszinteségével a határát súrolja, hogy helyre tegye.
ugye? Mert az egy udvarias, kedves fiatalember volt az én hülye. Hoz képest. Na, mutatjuk még egyszer Annáit. Ő intézte a legdurvábban. Figyeljetek, a legjobb. Hello, meghoztam a pizzát. Itt állok az ajtónál, és senki nem nyitja ki. Nem hiszem, hogy hozzánk. Már támad, pizzát, már támad. Igen, figyelj, meg tudnád erősíteni a házszámot? Csak, hogy biztosan menjek. Az ötös számnál vagyok az utcán. 21 per F, 5. emelet 16. De mi nem kértünk pizzát. Micsoda? Hogy érted, hogy nem rendeltél pizzát? Itt állok a motorom, és nem hallak valami jól. Tehát azt mondod, hogy nem rendeltél pizzát? Azt mondom, hogy nem rendeltem pizzát. Igen, igen, igen. És honnan hoztad volna de a pizzát? De most erősítették meg a kollégáim is, hogy erről a telefonszámról is címről rendeltél egy 4-5 pizzát. Tökéletes. Látják a hívást attól a számtól, amit éppen hívok. Aha, hát mi nem rendeltünk pizzát. Tehát ugye 100%-os, hogy erről a telefonról nem lehet pizza rendelés. 5000 forintba kerül, és ha valami probléma adódna, hogyan oldjuk meg ezt? Kifizeted a pizzát, vagy sem? Nem fizetek ki semmit se. Azt hadd kérdezzen, hogy milyen pizzériáról beszélünk. Mi a neve a pizzériának? Oké, okay. Akkor én fogok fizetni, érted? Hogy te mennyire kapzsi vagy? Nem akarsz rá választani, hogy mi a neve a pizzériának. Figyelj, öreg, ahhoz hamarabb kell fölkenni. Na, menjél szépen a picsába. Ez az! Anna, és lenyálta. Igen, a végére fölhúzta magát. Nagyon jó. Korábban kell fölkelni. Hamarabb kell fölkelni, hogy te elhúzzad. Mondja egy telefonos átverésbe, tudod. Na, hamarabb kell fölkelni, hogy te engem átverjél. De, na, menjél te a csodát. Hát az igazság bajnoka. Ennyi. Ja. Gyerekek, nem lehet. Nem akarta elmondani, hogy milyen pizzéria. És az első mondatnál már támad, hálít, visszaszúr. Azonnal harcra kell, azonnal csatába indul. Nincs idő, nincs könyörületesség. Minden egyes forintért keményen megdolgoztam. Nem fogjátok kiúzni a zsebemből. Minden hívás egy harc, minden beszélgetés egy háború. Így van. Nem lehet elveszíteni. A Karinának se vettem csak úgy elsőszorra egy új headsetet, majd neked odaadok az 1000 forintot? A szaros pizzádért! Ennyi. Az nem is esetleg, hogy milyen pizza az 5000-ért egy darab. Aha, nem rossz, elég olyan családi kiszerelés. Azt mondjuk, azt gondolom, hogy az dupla songuku. Tehát az igen. Nagyon az két akkora songuku, az hogy az... Fafülgomba van. Aranydíszítés. A sapió, ilyen. Ó, Istenem, na jó van. Hát gyerekek, akkor szórakozzatok kedvetekre. Nagyon jó. Ha akartok jó bárki. Volt. Nagyon magánszám, de itt már látom, hogy még itt kiket lehet felhívni egyébként. Ha most nem egy rádiódás lennénk, még celebekkel meg lehetne csinálni, csak sokan hallgatnak bennünket, körbe megy ez gyorsan, de hogy azért itt kíváncsi lennék egy-két celebre, hogy fűszak van a lakásában, meg hasonló. Ja, igen. Itt azért tudsz válogatni. Igen, valaki csak annyit mondja, és... Igen, tudom, és... Na jó van, gyerekek, hát nagyon. De milyen érdekes azért ez tényleg, hogy mindenki úgy reagál, amilyen. Valójában, nem? Hát, ugye, hogy így... Még az elején Anna is tartotta magát, de aztán kijött belőle. Igen, de olyan úri nősen, de azért úgy szépen elküldte. Azért szépen elküldte. Beszélek ezt tékkel, hogy hát, mégiscsak ugatatira. Alá ezt gyűjtenek. Igen. Az fontos ugye, hogy azért az app elmondja, hogy adatvédelmi okokból, te csak akkor hozhatod nyilvánosságra, ha másik tud róla. Igen. Igen. Tehát, hogy aztán... Tehát ez egy rádióműsor. Ez egy rádióműsor, úgyhogy itt eleve egyből öten. Bocsül, bocsanna. Itt eleve egyből öten, nem tudtak róla, de úgyhogy don't try this at home. Jogkövető magatartás. Én tanúsítsatok. A biztosítik, egyébként letöltöttem utána egy applikációt, amivel tudom rögzíteni a felvételt, de sajnos ott is jelezve van, hogy meg kell neki mondanom, hogy rögzítem. Ja, mert hogy a sivatelódon nem tudod egyébként, ha valaki felhív, és akkor pittyek, hogy ő tudja, igen, hogy te rögzíted a beszélgetést. Van egy applikáció, amivel viszont tudod rögzíteni, akkor ott a te menüpontodban megjelenik majd egy ilyen kis plusz ikon, arra csak rá kell nyomnod, és már rögzíti, de ugye sajnos a jogszabályok előírják, hogy ezt csak akkor teheted meg. Ha közlöd vele. És mehetsz vele bíróságra? Arra jó? Ha közlöd vele, igen. Aha. Ha nem közölted vele, akkor nem. Akkor téged visznek bíróságra még a végén. Jó, én nem szoktam fölvenni ilyen. Na, kutyaugatás. Mondok 3 celeb telefonszámot, persze nem adásba. Futunk egy kört, megnézzük. Hát, 9 óra utára megkapjuk a hanganyagot. Ha ráf, valamelyik csak ráfut. Keressünk 3-at. Jó. Okay, telefon, okay, ahol okay. Megállott, ráküldünk egy fűszagon a lakásodba. Jó. Szerződésszegés nincsen benne? Nem, szerződésszegés opció nincs a jókforma. Tényleg egy sztárt hívni esetleg, vagy... Valaki, teszünk egy próbát. Hát most nem biztos, hogy csomóan alszanak, tehát mindenki hallgat bennünket. Megnézzük, hogy ki hogy reagál. Egy 3-at, mindenki mond egy számot, ami van a telefonkönyvében, 3-at ráküldünk, 10 perc, ha megkapod a hanganyagot, hogy sikerült-e vagy nem. Ha olyan, akkor meg felhívjuk, hogy mi voltunk, és lejátszuk. Jó, ne jövünk mindjárt, élek után 5 perc, a pontosan 9 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
Hát gyerekek, ugye milyen vicces jó, ez? Volt, ez jó már maga a csinálása is, hogy várod, fölveszik, mi a visszajövő fölveszi, hang? Nem veszi, megkapod a visszajövő hangot, nem kapod meg a visszajövő hangot, igen. Itt minden szerepre rákültünk mindenféle történetet. Ugye van ez a Jokes for nevezető alkalmazás, amit igazából hozzá már nem nagyon jutna el, de hát a gyerek, az embernek kamasz gyereke van, akkor azért előszeretettel érkeznek kívások magánszámról. És ugye megtréfáltuk itt a fél stábot ezzel a történettel, már akit elértünk, aztán most rádobtuk még néhány celebre. De ugye sajnos sokan nem veszik föl. Nem. Tehát ez a tanulság, nem. Hogy a magánszámot egyszerűen nem veszik föl. Kabát Peti kapott tőlünk még egy hívást, drága Peti, de ő letette 10 másodperc után, tehát tulajdonképpen nem esett le neki, hogy átverés, csak egyszerűen megszakította a vonalat. Ő egy másik autónak tolatott neki. Igen, ő neki tolatott egy autónak. Igen, de Pákot is próbáltuk, valószínűleg a magánszám az annyira ijesztő, hogy egyszerűen nem veszik föl, meg még néhányat. Hát vagy új telefonja van Pákónak, tehát hogy... Az is lehet egyébként, igen. Új szám, mint minden héten. Még néhány celebet megpróbáltunk, de ugye ha ilyen sokáig nem jön vissza a kis lejátszó gombjelet, hanem az vagy folyamatban, akkor valószínűleg nem érte el őket a hívás. Tehát nem. És erről az automatja ugye csak egyszer próbálja, tehát hogy te egyszer tudod följönni, utána rá kell küldened újra. Laci, te hányszor küldtél rám? Lacinak van ebben rutinja. Szerintem a félcelebvilágot végig, telefonált. Hát volt is olyan, amit megmutatott, és nagyon szórakoztató volt. Sajnos azt nem játszhatjuk be. Nem mondhatjuk el, hogy ki volt, de ő azért igen, végig kívott még egy-két celebet, igen, és hát így megpróbált rájuk küldeni egy-két történetet. Na, azt mondom, a Kabát Pétel küldjétek, ő biztos beszívja, pont ő volt, aki bontotta a vonalat. Körülbelül 10 másodperc után rá egy ilyen autósat küldtünk. Igen. Hogy meghúzta az autómat, vagy hogy neki ment az autómnak, köszönöm, hogy itt hagyta az adatait. Pedig nagyon rendes volt a hívás maga, igen, ugye? Igen. Mert föltételezi a Kabát Petiről, hogy ő ott hagyná. Így van, nem ismerik a Petit, hát igen. Nem tudják, hogy ő nem szívesen vállalja a felelősséget, semmilyen tettéért. Igen, nem szívesen hagyott se 4-1 kártyát, se úgy lenyomhatott se semmit, igen. Úgyhogy, de ő körülbelül 10 másodperc után bontotta a vonalat. Na, M3-as bevezető, lassú a haladás, azt látom, végre újra az Egérút, olyan, mint régen, M1-es M7 bevezető hiányzott, 173-as Gábor írta nekünk, Sopron határátkelő Ausztria felé 2 óra, Sopron Kőhída pedig 1 óra várakozás. Mit szivatnak bennünket? Osztrák? De miért? Mi bajuk hogy van? Ne menjünk síelni. Hát de tudjuk, hogy nem lehet menni, okay. Hát a zárva vannak a sípák. De nincsenek zárva, csak az osztrák mehet, aki ott lakik, ugye? Van valami ilyesmi, igen. Hogyha ott laksz abban a körzetben. De reggeli érkezés esti hazamenetel, tehát így lehet síelni. Így de van. Ott alvás nincs. És akkor mindenki... Pedig egy évvel ezelőtt emlékeztek? Mi volt egy évvel ezelőtt? Egy évvel ezelőtt Lachtalban kóboroltatok a helytetőn. Így van. Férészegen. Ittasan, nem ittasan. Fél, kikérem magamnak. Igen, nem végeztem fél munkát, akkor se. Ki jobban, ki kevésbé. Így van. Ugye az egy pont egy éve volt? Pont egy éve, ilyenkor 11, így mentünk valahogy 10-től 12-ig. Zseniális volt. Na, hát jövő. Most nem mentek Láktába kolbászolni. Nem. Az a baj, hogy félek, hogy a február síszezon is lehet, hogy ugrik. Nem? Egy olyan halám, hogy az osztrákok nyitnának. Hát, nem vagy lehet, hogy engednék. Nem lehet, hát maradnak a hazai pályák. Hát ott arra egy kicsit nem sokan vagyunk. Az oké, okay, meg sokan is vagyunk rá. Tehát ha konkrétan már Gyöngyösnébe dugulom átra, azért úgy nehéz felmenni, csatolni. Az autópályáról már nem tudsz lejönni, mert áll a sor. Mert mindenki téli képeket akar posztolni az Instán. Bizony, kell várni 2 hetet, akkor már senki nem lesz ott, mert senki nem lesz a kíváncsi, mindenki havat fog otthon lapátolni már 1 hete. Ilyen ritka a hó, hogy már elindult a hóturizmus, hogy igen. Ahol leesik egy kicsi hó, te oda igen. Elindulsz, igen. Hogy a gyereket igen. Még rá tud ülni, ültetni egy ródlira, vagy egy seggcsúszkára, hogy csúszson 2-t. Ott van még egy kis volt! Csúszd meg, gyorsan, csúszd meg! Ez még a jobbik eset, de egyébként az van, amit a Jani mond, hogy nagyon sokan most azért járnak, de járjanak, mert tök jó legalább kirándulni járnak, hogy kitehess egy ilyen idényposztot. Most nincsen pipacsmező, meg nincsen levenduláérés, úgyhogy most hó van. Hát nyáron a pipacsot tapossák le, vagy tavasszal, most meg a havat tapossák, nincs ezzel baj. Na, ha már Instagram, hát kérem szépen, ha már Instagram, hát na. Mi történt? Mi történt, hát Vadó János alsóvonal officiál? 3 hónapos önkéntes szekirdági rodostói Mikes Kelemeni száműzetésed után... Meguntam a széklábok forogását, mint Rákóczi. Visszatértél szekirdákból, újra elindítottad Instás karrieret, azért ez egy hosszú szünet volt. Szia, 3 hónap. Három hónap. Egyet ígértem, aztán 3 lett belőle. Oké, mi történt, miért?
változtattál rajta. Visszatértél az Instára, ugye? Én visszatértem, de nem úgy, hogyha láttatok, nem olyan formában, mint a múltkoriban. Tehát, hogyha találtok ott egyetlen üzenetet, amire én válaszoltam. Azt nem figyeltem, csak azt láttam, hogy visszatérsz, meg azt láttam, hogy engeded a kommentet, de nem olvastam bele, hogy... Nincsen, nem válaszolgatunk, megfogadtam azokat a tanácsokat, a jó zeneszem, és ez diktálta egyébként, hogy nem kell nekem napi 2-3 órákat foglalkoznom az Instagram oldalommal, csak azért, mert udvarias vagyok, és jó fej és figyelmes. De ez mind nem igaz, te tudjuk. Ráadásul ugye ezek véleményesen mennyire is hozzak, igen. Szól. És hát úgy döntöttem, hogy akkor továbbra is meg szeretném osztani ezeket a szép helyeket mindenkivel, aki követ, annak a közel 100 000 embernek. Nagyon szépen köszönöm itt is, már másképp nem fogom megköszönni már nekik. De ez nagy teljesítmény, úgy nőttél, hogy nem posztoltál. Tehát hogy az nem tudom, mikor hagytad abba, hogy mennyinél voltál. Nem de, csökkent. Nem csökkentél, sőt nőttél. Volt, akik kikövettek. Tehát, hogy szoktam nézegetni, okay. Mindegy, igen, szoktam. Jó, de őket egy erős kommentbe helyezetted egyenként. Igen, nekik privátban írtam egyet. Nekik azért utánuk nyúltál, tehát azért... Hova? Látom én, na akkor hadd mondjam el a véleményemet. Ha ti nem követtetek volna ki, akkor én tiltottam volna be benneteket az oldalról. Úgyhogy tényleg csak ezért. Tényleg csak ezért. Csak ezért, mert tényleg, hát most a legutóbbi posztom az tényleg egy ilyen pici kis, ilyen kis gyűjteményes, ilyen válogatás volt azokból a helyekből, amiket meg tudtam nézni, vagy meg tudtunk nézni így az elmúlt időszakban. Legalább háromszor ennyit tehettem volna ki. Tehát, hogy még kirakhattam volna még két ilyen visszatekintő kis posztot, amiben jó benne van 10 olyan hely, amit érdemes megnézni. Ezeket a képeket én meg akartam osztani. Tehát, hogy szerettem volna látják ezeket a helyeket az emberek, mert azért ennek az Instagram oldalnak van egy missziója továbbra is, mégpedig az, hogy egy picit reklámot csináljon az ország legszebb helyeinek. Nézd meg, így például te is láthatod a Tési szélmalmokat. Igen. Ahol, ugye, amit te nem láttál, ahol elmentem, olyan köd volt, hogy az orrom még nem láttam, de mondom, egy Nura vezet Feri a Bokoditóval, egy Nura Jani a nem tudom, kehidakustyáni szélmalmokkal, mondom, akkor harmadikra oda megyek, hova én szeretnék, vagy otthon maradok. De hát ez sokkal szebb így, igen, jó időben. Tehát ezért ez így jól néz ki. Hát és ezek tényleg szép helyek, és amit továbbra is megígértek bárkinek, hogy bekövet engem, hogy én nem úgy fogok helyre teszem, ha valami olyat ír. Senkit nem fogok fárasztani fogfehérítős posztokkal, meg hajvasalással, meg. Hát mondjuk az hajvasalásnál meg meglepődnék. Szemránc eltüntetéssel, meg hasonlókkal. Na miért most egy fogfehérítés semmi bajod? Hát azt megcsálták páran, hát most már egyet te is be tudsz venni egy kicsi gubáért. Hát most bekapod, ja, csinálsz egy fotót, ott lilán világít, azt láttam, hogy ez végig söpört a celebeknél. Igen. Hirtelen mindenki fogat fehérített, mondom, mi a fene? Még egy Michelin csillag se fog vissza senkit. Igen. Nem fog vissza, jó fog mondod, vissza. Hát ezért. Igen, ez a berakod és kék lesz, vagy berakod kék, és igen, aztán fehér lesz. A kék ne legyen, mert az nem éri meg. Valami UV-val fehérít. Berakod, igen. Aztán két csík lesz. Igen, de nem nálad. Na jó, hát akkor üdv újra. Hát akkor várjuk a jó kis posztokat. Nagyon szépen köszönöm. Én meg pont ránéztem az oldalamra. Legalább ne hazudj, hogy várod a Jani posztjait. Én örülök, hogy visszatért. Senkinek nem várod a posztjait. Most, nem született meg az az ember, nem. Én most pont ilyen elmenős fázisban vagyok. Na, igen, az egy hónapja nem posztoltam semmit, és nincs is ingerenciám valahogy. Én most pont ott vagyok, ahol te 3 hónapja. Ugye megkönnyebbül. Olyan szinten csömörlöttem meg ettől az egésztől, hogy így láttam ezeket a karácsonyi beállított ilyen ilyen karácsonyi fotózásokat, meg mindenki nagyon boldog, meg mindenki nagyon szép, mert nekem nincs semmi bajom, csak nem érzem mindig őszintének. Tudod? Hát de akkor te nem teszel ki. Hát nem, jaj, most semmit. Nem, csak úgy valahogy nekem, hogy el is fáradtam ebbe a sztoriba. Tehát, hogy úgy lassan egy hónapja se. Utolsó a 3-as karácsonyi képünk van a Dec közepéről. Hát azért nálam sincs most nagy élet. De most te visszatértél, most elborulok én. Hát átveszed a feladatot. Most átveszed, most egy kicsit posztoljál te. Látom, hogy ott üldögélsz így szépen a kis tónál, vagy mi az van. Ja, a római fürdő. Római fürdő. Na, ez például ezek... menőhely. Ha valaki ez alapján elindul, akkor szerintem már megéri, tök jó. Jönnek azért ilyen visszajelzések is, szerintem, hogy Janinak is. Persze, abszolút. De jó, most megint mentünk a hétvégén. Én csak azért vagyok a képeken rajta, hogy elhiggyék, hogy ott voltam, igen, és nem az internetről szedtem le a képeket. Valamit. Pont most mentünk megint egy ilyen ingóköves túrát a hétvégén a srácokkal, és akkor odaszólt a BK-nak, engem biztos nem vettek észre, hogy minden, hogy azért jöttünk ide, mert a múltkor láttuk, hogy milyen szép hely. Szerintem ez tök jó. Nem? Hát most olyan is. Kiteszi, majd mennek oda megint túl. Ez az ország gyönyörű. Elszemetelik az egészet. Ezt megígértem Móninak, hogy nem fogok ezzel foglalkozni, ezzel sem. Tehát, hogy ez az évem most ez olyan lesz, hogy próbálok meg ezek mellett a dolgok mellett így elmenni, mert ő sem nagyon szereti, hogy oda megyünk valahova, és ahelyett, hogy belefeledkeznék a helynek a szépségében, lásd a római fürdő, elkezdem lefele nyomkodni a szemetesben az ott hagyott szemetet. Mondjuk le a kalapa, hogy más szemetét nyomkodod le. Tehát ezt azért mindig tiszteltem. Mert amíg ez addig tart, úgyis még a Lőrinci aluljáróban nem lész be valaki más szarában.
tehát ez jó. Nagyjából addig tart majd ez a... Igyekszem csak pozitív dolgokkal foglalkozni. Holnap fölülsz egy ilyen külvárosi vasúti szerelvénybe. Nem lesz túl jó állapotban, és már nem fogod tudni megállni. Úgyhogy ettől nem tartok. Nem kellene, tehát hogy jön az a véleményem erről, mint Ferinek, hogy nem kellene az erdőbe szemeteseket rakni. Mert hogy az embereknek ez rögtön látja, hogy van szemetes, akkor vihetek a szemet. Akkor nem azt fogja csinálni, hogy beviszi tele, és kihozza üresen, mert hogy egyébként milyen fura, üresen sokkal könnyebb a palack, mint tele. Értitek, ugye? Tehát, hogy semmi keresni valahogy a szemétnek az erdőben. És azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik az erdőben szemetelnek, azoknak meg szintén semmi keresni valahogy nincsen az erdőben, mert nem tisztelik a természetet. Nekem szent meggyőződésem, ez a kuka kihelyezés, az egy tévút. Nem kell egész egyszerűen, mert aki eldobálja, tehát aki nem a kukába dobja a szemetet az erdőbe, az ezután is elfogja, ha van kuka, ha nincs kuka. A kuka arra kényszerít, hogy te ott hagyd a szemetet. Érted? Ez igen. Az agyad. Azért ne legyünk túl szigorúak, rosszul csinálom, a kukánál hagyom a szemetet, mert már az is baj, hogy 2021-ben, hogy oda dobom, ne dobjam a kukába a szemetet. Igen. Se? Tudod miért? Ne dobd ki itok miatt, mert utána még jönnek, és majd még ők is rápakolják. Egyen meg. Nem, vidd haza, és otthon dobd ki. Hát ott egy kuka. De nem. Hát azt oda rakta. Igen, de hülyeség volt, hogy oda rakta. Hát az legyen az ő gondja. Azt mondjuk, az igaz. De például este, mikor elcsendesít az erdő, jönnek az aranyos őzikék, és elkezdenek belőle rákcsálni, és egy súnya műanyag nájlonzacskó pedig meg fogja ölni az őzikét. Miért nem gondol arra, aki kirakja a kukát? Azt én nem tudom, hogy miért nem gondol. Vagy aki karbantartja. Most már az is baj, hogy a kukába dobom a szemetet, tehát nektek minden baj? Nem baj, az otthoniba dob. Hogy a kukába dobod a szemetet, azzal szerintem semmiféle probléma nincsen. Van egy olyan típus, aki ilyen, mint te, hogy a kukába dobja a szemetet. De van az a típus, aki, hát, aki amikor már megtelik a kuka, még ráhelyezi a tetejére, de úgy, mintha marokkóznának, hogy még véletlenül, még tudod, valahogy kiegyensúlyozza, még rajta marad valahogy, ami után az első szellőnél, de azt ő már nem látja, mert hátat fordít neki, az már szépen ott gyűlik, és majd a patakpartján is, majd mindenhol, és bekerül majd az állatoknak az étrendjében, meg elcsúfítja az egész helyet azok számára, akik egyébként tényleg tisztelik és szeretik a természetet. Van Bakonynál mellett kirakva egy nagyon jó kis felirat, egy tábla, olvasd el, légy szíves, én ezzel maximálisan. Az intelligens ember hazaviszi a szemetet, a többinek pedig kötelező. Ja, hogy ne is dobd el, igen, még kukába sem. Így van, aha. Így van. Az intelligens, az hazaviszi a többiek, akik meg nem intelligensek, azok meg mindenképpen vigyék, az, mert neki kötelező. Igen, ez a rendes ember nem szemetel, a többinek tilos című analógia, ugye? Igen. Azért nem érted, mert a másfél literes palackot, vízes palackodat be tudod vinni az erdőbe, az másfél igen. liter, megittátok. Kb. A 0,1 igen, másfél kiló, a 0,1 grammos. Meg akar szabadulni attól, ami már nem kell. Mit haza, szabadulj meg otthon. Majd a kis vaddisznó, a kis túl órával. Persze, majd eltúrja, elássa majd ott a avarba. Elvisz a kis órához, valamit ők is csináljanak, érted? Enni ott, enni a makkot, meg aztán ott járni az erdőt, hát az nem nagy teljesítmény. Hát csináljon valamit. Azt nem szoktam soha tudni megérteni, megértelmezni, hogy ezen az embereknek miért van igényük a természetre, miért van igényük a zöldre, az erdőre, miért van igényük arra, hogy kimenjenek ilyen helyekre, ha nem tisztelik, ha nem szeretik, hogyha nem próbálják megóvni. Hát most az azért maradjanak a kukában, hogy a kuka mellé, ha tele van a kuka, lerakod. Na hát azért, hogy már én is csináltam, azért nekem még nem a természet ellen elkövetett főbűncselekmény. Én értem, ha eldobja a hülye, meg a tovább megy, meg marokkózik, meg hegyet épít a zemétből, meg ráteszi a tetejére, az nem jó. De... ez van, érted, is jön a szél, az meg elfogja. Mm-hmm. Csak azért az a baj, hogy az van, hogy ha meg nem tesznek ki kukát, az meg felszabadítja, hogy de hova tegyem, nincs itt kuka, eldobhatom, érted? Tehát, hogy a kuka, akik kirakják a kukát, azok úgy gondolkodnak, szerintem, hogy ez még egy ilyen kicsi, legalább ide dobte palaszt. Ha nem rakja ki, akkor azt tudja mondani, hogy megvan az indok, hogy eldobhassa, aha. Hiszen úgy sincs kint egy kuka sem. Tehát pont a kuka tart még így szabályrendszeren belül, hogy legalább ahhoz közelted letett a hó. Érted? Aha. Ha nem lenne, akkor mindenki akkor szanaszét dobálná, és azt mondaná, úgy sincs kuka, meg hova tegyem, ha né, nem raknak ki kukát. Érted? Tehát, hogy legalább egy kis lelkiismert furdásuk lesz, ha látják a kukát, hogy itt van, hát akkor vidd már oda, ne dobd már máshol. Igen. Az nem jó megoldás, ha nem teszed ki, mert az akkor tudja arra fogni. Így is, úgy is. Szerintem. Igen. Akár teljesfölös dobozról van, akár például egy használt gumiköpenyről, mert ilyet is látunk, az ország egyik legszebb természeti kincséről beszélünk, a Római Földről, és akkor szépen egy Bakonynál mellett bekanyarodsz az erdőbe, és akkor ott is látod, szép az erdő, gyönyörű patak csörgedez, jaj, de szép, friss a levegő, és ott ázik egy hát de most szigorú vagy. Leesett véletlenül. Szigorú vagy. Így van. Szigorú vagy. Az erdészeti UAZ-ról. Egyrészt annak a pótkerek azóta is keres. Egyrészt lehet, hogy elhagyta. Kettő szigorú, hogy lehet, van. Hogy még mindig keresi. Tehát, hogy azért ne idéje egyből, érted? És hát arról még nem is beszéltük, hogy lehet, hogy egy hord cipelte oda, hogy a gátat építsen meg a másik. Ha hazaért szerencsétlen autós Bakonynánára, ott vette észre, hogy nincs meg az egyik gumi. Na, most menjél visszafele. Már autós, az megvan az a... Meg, hogy hárommal is elmegy. Az új dunai hajós?
Az új, a Duna járvízi hajós, az, ja. Az Audis. 70-nel belement a Dunába, mert azt hitte, hogy ott a komp. Illetve gondolom én, hogy azt hitte, hogy ott a komp. Ő úgy tudta, hogy ott van a komp, a komp nem volt ott. 70-nel. Na most ez a sztori se, hogy se állja meg a helyét azért. Gondolkozunk ha egy kicsit. Ha ott a komp, akkor se állja meg a helyét. Ha nincs ott a komp, nagy a baj, mert bemész a Dunába. Okay. Ha ott a komp sálja meg a helyét, mert 70-nel nem hajtunk fel kompra. Tehát, te hogy úgy... 70-nel egyenesen bement a Dunába. Ő nem gondolt azt, hogy az ott híd van. Vagy nem tudta, hogy ott aha. A Duna? Több minden nem vagy, hogy az egy gázló és nagyon alacsony a vízállás. Nem tudom, átér. Mire gondoltam, hogy rátervezett valamivel, mondjuk a Vazéval, vagy a Google-val, akármivel, és az ugye azt írta, hogy te ott mész, komp, tovább hát mész. A Google vagy a Vazé csak jelzi a Dunát. Jelzi. Hogy a komppal bejelezte, hogy egyenes az út. Hogy egyenes az út, és ő azt hitte, hogy ott van híd. 70. Hárman ültek a kocsiban. Azért, aha. Amikor aludt egy ponty, így kettőt így cuppan alattad, így a hűtőnél így elkezd befolyni a víz, meg a kesztyűtartóból jön a Duna, azért úgy pánikba esel, nem? Tehát azért úgy vannak kérdéseid a vezetőre, hogy Józsi, ez most még kellett? Én ünneplőben vagyok. Apa, felborítottad a vizet. Apa, nem túlzás, ez egy kiborult a kulacsom. Belállt, érted? De hát ha konfanott, igen, sehogy nem állja meg a helyét. Valószínűleg a Vaze, ha kompon vezet át, tehát ha én átmegyek Szántódnál, akkor azért nem mutatja, hogy nekem átihanyik betonútam van. Hát, azért ezt így nem tartom valószínűnek, hogy a szántódi révnél azt megmutatja, hogy betonút. Az mutatja. Hát, és hogyha ő csak azt az útvonalat mutatja, hogy keresztbe a tavon. Tehát, hogy ő konkrétan lehet, hogy úgy vezet, hogy egyébként csak nézi a GPS-t, érted, és szépen tartja. Tartja az útvonalat, nem? De ő azt mondja, hogy a kompra akart felhajtani. Igen, lehet, hogy egy ezt iratkozta. 70-nel. Aha. Nem volt ott komp? Azt hitte, hogyha egy kisebbet ugrat, még eléri. Igen. Tehát álltak az volt, hogy a komp már elindult. Uh-huh. Lehet, hogy észrevette, hogy megy, és azt, hogy ezt még elcsípem, mint a metró ajtón, amikor szaladsz, hogy az. Igen. Ráugrasz 70-nel a kompra. Láttam a Star Chase Hugba. Megvan, a csávó dobbantott egyet, és rá akart ugratni a kompra. Azt mondta, gáz van, megy a komna, kell vissza kettő padló, és ugrat, és gondolod, hogy minden feljárónál van egy pici, tudod, felfele. Csak a komp egy picit gyorsabb volt. És elkiabálta magát még, hogy bad boys! Figyelj. A búvárok rögzítették az autót, ahogy kihúzzák, búvárok kellettek, a tűzoltók. Csörlőre ott áll bent a kocsi. Azért azt gondolom, nem, ő a sofőr, már készült a kompra. Mondjuk a sofőr ilyen búváruába állt, az nagyon menő. Viszont ha 70-el akarsz ráugratni, az arra az is tényleg Starsky-s hacs, nem? Az. Tehát, hogy azért abban úgy az. Van lendület. Ugye, hogyha így indul az éved, akkor hogy azt mondod, hogy mi jöhet még, igen. Nem? Autó totálkár, hárman rémülten szállnak. A fekvőrendőrön megpattintom az elejét. Tehát a sztori sehogy se jó. Nagyon jó. Azt hittem, hogy ott van a komp, nem jó. Azt láttam, hogy már nincs még. Ott, nem jó. Igen? Láttam, hogy ott a folyó, nem jó. Tehát sehogy se tudsz ebből jól kijönni. Nem ugye? Láttam, hogy nincs ott a folyó, nem láttam, se hogy jó. Nincs ott a folyó, nem túl szerencsés. Ugyanolyan szinten volt, tehát hogy nem föntről lefelé, nem ugyanolyan szinten volt, mint a víznek a szintje. És kinézett az alak, és azt látta, hogy ott a komp csak kicsi. Basszusa, de... ott a komp csak már nagyon pici. Ezért gondolta, hogy... De aprócska komp, de azért talán még rá tudok hajtani. Figyelj, és búvárok szedik ki az autót, fejlámpával, búvár cuccba. Igen, mondjuk tényleg, ha ő a sofőr, akkor viszont mindenre felkészült. Mert akkor azt gondolom, ha hogy így jött. Ha így jött palackkal a hátán, azért az nagyon szép. Senki nem sérült meg, tehát mindenki jól van. Hál' Isten, nincsen komoly sérülés. De ő az új Hammeres. Én azt gondolom, hogy azért ez aki így... ráhajtott nem? Pedig, nem? Karantén ide vagy oda, már januárban van mit mesélni kis a hétvégi húsleves mellett egyébként, igen. Te is, amikor apáddal föl... Hát és apáddal föltöltöttök a kompra 70-en, ami ott se volt. Mondd már el, hogy volt. És ez ünnepek előtt volt még, vagy pedig? Ez friss hír, ez szerintem a napokban történt. Január 9-e este. Január 9-es. Akkor meg este volt, nem látta a vizet, ja, nem meg hogy nincs komp. Nem, valószínűleg az lesz, amit te mondtál, hogy neki bejelzett a GPS, ott utat jelzett, és ő 70-nel úgy, hogy ment, csak nem tudta, hogy ott az a 100-200 éve kettészelte egy folyó. Igen. Tehát, hát vagy akár még régebben. Vagy még akár lehet, hogy 500 évvel ezelőtt, nem tudom, hogy a Duna azon ága mióta folyik arra, de hogy ez lehet a megoldás. Eladható még a Verda ilyenkor? Hát ez minimum gazdasági totálkár, de valószínűleg nem csak gazdaság, ez minden. Tehát ez úgy, hogy van ez. Nem tudom, attól függ, hogy belecsapódik a mederbe ilyenkor, vagy mi állít meg? A vízbe csapódsz és a rájössz? Víz. Tehát persze, a víz, nem? Igen. Csak a víz. Nem mész be a mederig. Hát akkor lehet, hogy egy pici aksisarú tisztítás, egy kiszárítás pici, után addig használt Audi eladó. Igen. Itt lehet, jogosítványt, forgalmit legyen kedves, pillanat. Igen, Kobra 11-et forgatták, ide valaki. Na jövünk mindjárt 9:50, lehet jelentkezni az év első játékára. Jó, hogy döntsétek el, hogy mit játszanátok, mi pedig itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Üdvözlöm az új követőket, a Vadon János alsó van a official nevében. Visszatértünk. Nem, ez se lesz. Visszatért minden a régi kerékvágásba. Gyerekek, korona megy, Jani jön. Inkább legyen ilyen évünk. Gyere te sokat Instán, és menjen a korona. Nagyon komolyan mondom egyébként tényleg, hogy erre ne számítson senki, hogy ugyanazt fogom csinálni, mint amit eddig csináltam. A posztok minőségében, tartalmában igen, de nem fogok tudni senkinek így válaszolgatni külön, és ezért tényleg elnézést kérek előre, ha valaki emiatt kikövet, én azt tiszteletben tartom, semmi gond nincsen, de nem fogok válaszolgatni, mert erre de sajnos egy időse legyen. Miért nem vezet ki a kommentet? Mert ugyanakkor meg szeretem elolvasni az üzeneteket, amiket írnak, hogy rohadjál meg, miért nem válaszolsz, te is eladtad magad, mi az már büdös válaszolni, kis gyökér, tehát ezeket. Igen, tehát az egótriponál azért az megmaradt, mert hogy akkor azért így simogasson a kommentben. Értem, jó, hát akkor persze, a legegyszerűbb az kivenni, de az se baj, marad. Gyerekek, itt van egy hallgatónk, aki játszana velünk. Kata, hello, Kata, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia! Kata, honnan hívtál minket? Győrből. Oda gyorsan rávágtad. Mit csinálsz, dolgozol éppen? Mit csinálsz? Momentán nem dolgozom. 3 hónapja már, de most már azt várjuk, hogy nyithassunk. Tehát a munkahelyed megvan, csak nem csinálsz. Igen. Ausztriában dolgozom, igen, úgyhogy arra várok. Vendéglátás. Igen, ott egy kicsit más a helyzet. Nem strand. Nem. És nem bocsátott el a munkáját, hanem fizeti a munkadíjadat, a béredet, tényleg? Így. De ez egy osztrák cég, vagy magyar cég? Osztrák. Ez egy osztrák cég, és csak úgy kapnak támogatást, ugye, hogyha meg... Bocskos szemét kizsákmányolok, mi? Már kapitalista az ezzel valamit el akarnak érni. Szerintem anyukám hasában sem volt ilyen dolgom, úgyhogy most egyelőre ezt élvezem. És teljes bért kapsz? A 90%. Bocskos labancok. Nem adják oda a százat, csak a 90%-et rohadnak. Nézd meg, lelépni. Nézd meg, az hol tartanak. Nem vagyok tehetetlen, tehát tényleg korrekt. Abból vesznek magánrepülőgépet, a 10%-ot. Abból vesznek iPhone-t a migráncsoknak. Aki láttam Ausztriát, lát, omladozik ott minden gyerekek. Hagyj be, semmi. Már csak dísz lett az egész. Alig várom, hogy újra lássam azokat az omladozóit. Csak festik a füvet, csak szólok. Esnek ellen. Festik a füvet, a húsa, hogy ráfújnál egy tehére, erdő ne oldalt. Így van. Papírmasé. Remélem, ebben az évben már ellenőrizni tudom mindezt. Kivel játszanál, Kata? Veled, Balázs. Na, akkor egy jó kis ki vagyok én erre. Már a másikat idén el is vége annak? De ne vegyek már 6 gumicukrot? Már engedjük el ezt a... Engedd el a gumicukrot. Gumicukrot senki? Azt már csak én szerettem. Csak már senki nem akar ilyet játszani. Ez már. Én azt gondolom, hogy ez mindig a te hatalmas kedvenced volt. Senkinek nem biztos, hogy tele van a szám, és nem tudok beszélni, hogy 43 évesen ezen már csak én tudok nevetni ebben az országban. Egyedül tényleg, hogy folyik a szállam, tele van gumicukor, a senki már mindenki csak ezt a ki vagyok én játszani. A Róna utcában erre napi műsort építenének. Kata, na jó van, srácok adnak akkor neked valami gyors feladványt, és akkor megfejtem hamar, hogy legyen egy szép ajándékcsomagod, jó? Köszönöm, igen. Na, akkor lekapom a fülest egy pillanatra. Fogd be szépen, újra. Ne fogom. Mi legyen? Hát valami tárgy. Korsan megszülik. Tárgy? Első nap viccez. Lópatkó. Ja. Nagyon jó, szerintem ja, ez vagy nehéz, akkor karácsonyfa. Jó, kidobott karácsonyfa. Na? Jó lesz? Jézus Mária, jó. Beszéltük róla reggel. Jó. Ma még sok dolgom van. Jó. Mária, még jó. Egy kicsit megvagyunk. Megvan. Nagyon jó. Nehéz? Nem. Nehéz lesz, Kata? Lesz ajándékcsomagod? Nem. Sok nem, belőle nehéz. Nem lesz. Nem lesz, egész biztos, hogy nem lesz. Na figyelj, óra indul gyorsan, akkor ez egy tárgy. Igen. Már mentem volna tovább. Tárgy, nem. Ez egy használati tárgy. Használati tárgy, igen. Itt a stúdióban van nekünk ilyen, itt is használjuk? Szerintem igen. Ó, de lesz szükség. Nincs. Mégse szűkítettem. Nem. Nincs. Akkor menjünk tovább. Ez fontos, hogy kik használják, vagy milyen foglalkozásnál, vagy milyen témakör? Nem. A témakör az fontos. Ez egy foglalkozáshoz köthető használati tárgy? Nem. Ez hozzánk köthető, vagy nőkhöz, férfiakhoz, mindenkihez? Mindenkihez. Otthonunkban van inkább, vagy a munkahelyünkön? Igen. Ez az otthonunkban van. Is. Fontos, hogy hol van az otthonunkban, melyik helyiségben? Igen. Fürdőszobában? Nem. Nappaliban? Igen. A sezlony mögött? Lehet. Nálunk egyszer volt ott. Azt mondja, hogy jó, tehát ez a nappaliban van. Igen. Nappaliban van. Oké, van egy használati tár. Elfér a kezünkben? Nem. Nem fér el a kezünkben, ez a nappalinkban van. Oké, azt mondja, hogy ebből több is van a lakásban? Nem. Ebből egy van a lakásban, tehát nem mit tudom, mint a tévé, hogy rakok a hálószobába, és rakok a napon. Nem, egy van belőle. Egy van belőle. Oké, fontos, hogy milyen napszakban használom? Reggel, délben, este, délben. Bármikor használtam.
fizikailag is egy darab van belőle? Tehát, hogy egy darabon van belőle. Igen. Lehet belőle több, de semmi értem. Ez egy drága dolog? Nem. Hát, kinek? Hát igen, attól függ. Attól függ. Van, akinek rohadrága. Van, akinek rohadrága. Fú, basszus. És a nappaliban van. Aha. Igen. Fú. Fontos az anyaga, hogy miből van? Igen. Igen. Fából? Nem. Miből van? Tölgy. Fából, igen, fából, bocsi. Tölgy, mak, lucfenyő, vörös fenyő. Fenyő? Akár, igen. Fenyőből van? Igen. Na jó, hát... Hát akkor tudom. Mondd ki. Te már lebontottad? Nem. Még áll? Igen. Hát akkor ez a fenyőfa, vagy hát a karácsonyfa. Így van! Hey! Gyerekek! Hát de majd én ezt most komolyan mondom, megtartosodtam. Jó vagy, ez tényleg jó. Menetelés volt. Egyszerűen nem tudom, menetelés. A fára miért vágtam rögtön rá, hogy nem. Igen, hogy nem abból van. Előttem annyira néztem, szugeráltam, hogy Balázsnak tudjak segíteni. És nagy akkor jó. Már tudod is, hogy kinél volt indokolatlan, drága idén. Így van. Kinek volt 27 ezer, úgyhogy másnap lehullott. De hát ugye, ahogy szoktam mondani, nem kell mindig jól járni. Kata, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked. Nagyon szépen köszönöm. Jó? Egy szép kis. Most mi van? Hogy állunk most? Mi van most benne? Ajándék. Bögre? Kulacs? Toltartó? Hátizsák? Beigli vég. Amit találsz. Januárban az megy, ami megmarad. Fondantos. Na jó, majd áttanulmányozzuk, és akkor mondjuk, hogy mi jó, van benne. Jó, most tényleg nem tudjuk, hogy mi van benne. Felvegyük a fonalat a 2021-es ajándékcsomagunkkal. És reméljük, találkozunk minél előbb a munkahelyeden veled. Jó, oké. Már nagyon várjuk. Akkor te is mehetsz meg, mi is? Igen. Kata, köszi a játékot, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Szia. Puszi, hello, hello. Hello. Na, gyerekek, jó van. Hát januárit adtunk azért. Na, egyébként nagyon-nagyon-nagyon, ez nem volt túlságosan nehéz, igen. Oké, na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Egy kis apró témákat érintettünk, mert hogy ugye olyankor Szabiról visszatérve nagyon sok minden történik. Ez nem voltak ilyen nagyon nagy órákat átívelő témák, hanem sok mindent érintettünk, és például beszéltünk az egy telefonos átverésről, ami bár lehet évek óta népszerű, de hát erre mi most akadtunk rá, mert hogy tele vagyunk kamasz gyerekekkel. Ez a JokesPhone nevezető alkalmazás, amikor te valakit fel tudsz hívni, aki aztán egy géphanggal vidáman elbeszélget vagy elvitatkozik, és hát ez ugye most nagyon fut, mert sokan használják. Mit csinál ilyenkor az ember? Természetesen hát körbe telefonálja a stábtagokat, és megnézi, hogy ki hogy reagál arra, hogy valaki arról panaszkodik Janinak, hogy hangos a kutyája. Igen. Meg vagy... a csecsemőnek és a külvárosinak minden vicc. Így van. Jannának, Annának, hogy megjött a pizzafutár, Zsülnek, hogy lopja az internetet. Igen. Szent meggyőződéssel tettük mindezt úgy egyébként, hogy egyrészt azt gondoltuk, hogy magánszámot nem vesztek föl, 2-10 másodpercet rájöttük, hogy kamu az egész és lerakjátok. Hát kiderült, hogy itt a stábból 4-5-en olyan vidáman elbeszélgettek egy géphanggal, és próbáltak... Ha vidáman beszélgettek volna, de nem mindenki. Kicsit ki temperamentumának megfelelően, ki vidámabban, ki durvábban, de hát elbeszélgetett a géphanggal, úgyhogy ezt most újra megmutatjuk. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Nagyon jól választottatok témát, mert tényleg nem akarok előre magyarázkodni, de én kényesen ügyelek arra, hogy az összes szomszédunkkal nagyon jó legyen a viszonyunk. Mert hogy a mi kutyánk egyáltalán nem ugat. Anna, te pizzafutárt kaptál. Igen, nagyon udvarias volt a fiatal ember, aki fölhívott. Gépi hanggal beszélgettél. Nem lövöm le, de nem lehet rájönni, hogy gépi hang. Anna helyre tette. Senki nem létező pizzafutár. Senki nem borult. Kivel akartok kezdeni? Kit hallgassunk meg először? Hát nem borultam ki, majd meghallgatjátok. Hát olyan voltam, amilyen én vagyok, amilyenek ismertek. Hoztam a formámat. Persze, hát jó. Valaki egyszer csak váratlan, hogy meghozta a pizzát. Na, Anna, kezdjünk akkor veled, figyelj. Igen. Hello, meghoztam a pizzát. Itt állok az ajtónál, és senki nem nyitja ki. Nem hiszem, hogy hozzánk hoztál pizzát, mert mi nem rendeltünk. Micsoda? Hogy érted, hogy nem rendeltél pizzát? Itt állok a motorom, és nem hallak valamit. Hallgass, de csávó, hogy ilyet, nem tehát azt mondod, hogy nem rendeltél pizzát? Igen. És honnan hoztad volna de a pizzát? De most erősítették meg a kollégáim is, hogy erről a telefonszámról és címről rendeltél egy 4 évszak pizzát. Látják a hívást attól a számtól, amit éppen hívok? Aha, hát mi nem rendeltünk pizzát. Tehát, hogy ez 100%-os, hogy a telefonról nem rendeltünk pizza rendelés. 5000 forintba kerül, és ha valami probléma adódna, hogyan oldjuk meg ezt? Kifizeted a pizzát, vagy sem? Nem fizetek ki semmit se. Azt hadd kérdezem, hogy milyen pizzériáról beszélünk. Mi a neve a pizzériának? Oké. Akkor én fogok fizetni, érted? Hogy te mennyire kapzsi vagy? Nem akartál választani, hogy mi a neve a pizzériának. Hamarabb kell tökélni. Na, menjél szépen a pizzát! Szép volt, Anna! Ez jó! Gyerekek, de zseniális egyébként. De úgy, Anna Annáson tette helyre. Igen, azt hittem, hogy le akar valaki venni. Nálad volt egy... Elvészta!
De nálad volt egy ritmusa. Tökéletes. Ez tök jó, ez tök király volt, mert ez tényleg olyan volt, mint egy beszélgetés. De mindjárt meghagyjátok, hogy nálam nem volt ilyen, csak mondta magáit a... Ilyen. Utassuk Zsűlt, aki egészen máshogy reagál arra, ha kiderül, hogy lopja... Rögtön bevallotta. Hogy tudnák lopja valaki benítél. Internetét. Zsűl nehezen kimozgatható a komfortzónájával. Mutatom, hogy ő hogy reagál. Nagyon kis visszafogott van. Halló? Hello, nézze, én vagyok itt az egyik szomszéd, és úgy látom, mert megint rácsatlakoztál a wifi-mre. Megtennéd, hogy lecsatlakozol a wifi-mről? Hogy... Szia! Rendszergazda vagyok, és megnéztem a hálózatot, ami ehhez a telefonszámhoz vezetett, amit éppen hívok. De hogy szerezted meg a jelszavom? Zsűl, nem pörög. Te miről beszélsz? A probléma nem az, hogy lopod a wifi-met, hanem az, hogy egy csomó filmet töltesz közben, amitől a netem szuper lassú lett. Szóval lecsatlakoznál? Szerintem valami tévedés van. Visszafogod. Ennyi. Visszafogod. Nem akarok vitatkozni veled, de én saját magamnak fizetem a számláimat, szóval keres munkát és fizess a saját ifidért. Szerintem valami félreértés van ebben. Visszafogod. Igen. Na persze. Ne trükközd már, tudod mit? Az ilyen emberek miatt, mint te tartott az ország, ahol. Júj, de nagy! Tudod? Oké, szia! Zsűci ezt így intézte. Kicsit puhatolózott, kicsit áttérbe vonul, de hogy finoman intézte. Nem húzta fel magát. Nem húzta fel magát. Igen. Zsűltől nem lehet várni, hogy majd jó van, a öreg megkereslek, és a torkodon keresztül kirántam a beleidet. Más, Anna és Zsűl temperamentuma nagyon szépen megmutatkozik egy ilyen jokesfonnál is, hogy Anna kellően rendbe rakta az új ember, elvésztem. Igen, Zsűl pedig sokat gondolkodott. Zsűl meg a maga visszafogott, mert egész máshogy intézte ezt a hívást. Ilyen szép keretbe foglalják az én, kicsit be vagyok szarva, hogy ezt meg fogják írni. Igen, Zsűl a maga visszafogott módján puhatolozott. Jó, nézzük meg akkor, mi van, ha valaki arra panaszkodik, hogy hangosan ugat a kutya. Halló. Jó napot, az egyik szomszédja vagyok, és szintén szóval nem szívesen mondanám meg a nevem, de azért hívom, mert a kutyája nagyon hangosan ugat. Tudja, mert napok óta nem tudok aludni, és csak meg akartam kérdezni, hogy tudja, hogy a kutyája mennyit ugat? Nagyon kedves, hogy tetszik telefonálni. Egyébként én Vadon János vagyok. Elnézést, hall engem? Semmely. Halló? Igen, halló, hallom. Te betűzt. Halló? Halló? Hát igen, nos, tetszik én beszéltem a többi engem? Szomszéddal is, és kiderült, hogy hajnali 3 környékén is ugat, és felébreszti a gyerekeket, aztán persze már az egész családot. Elnézést, szóval már ugyan... Összegyűjtöttem a szomszédok aláírását a panasszal kapcsolatban, amit bedobnék a posta edejébe. Ugye ez nem lenne probléma? Egyáltalán nem lenne probléma, csak szerintem ön rossz számot hívott, mert a mi kutyánk egyáltalán nem ugat, benn van a lakásban. Oké, csak gondoltam, jó, ha tudja, hogy a kutyája unalmasabb, mint a teknős harc, nagyon fárasztó. Vigye már egy sétálni ember, egész nap csak ugat. Bocsásson meg, most nagyon kedves kis műsor tetszik csinálni, de a mi kutyánk egyáltalán nem ugat, semennyit. Hallatszik a hangját. Hát tök ideg vagy. Összekever valakivel. És itt ért véget, itt nem tudom, hogy ennyit tud rögzíteni, vagy te itt ráraktad a telefont, vagy mi történt, itt nincs elköszönés. Valószínűleg itt ér véget a történet, tehát ilyen 1-10-1-20-at rögzít körülbelül, utána véget ér, nem köszön el, nincsen lezárás, de hallatóan remegett a hangot. Már kezdett egyébként rohadtul feledegesíteni, igen, mert ráadásul mondom, tehát, hogy ugye, hogy olyan dolgot, azt hittem, hogy ez a prosztó humor, valami ez annyira béna, de jó. Ez valami unatkozó, minden lében kanál, hülye pé lehet ott valaki a környéken, mert nagy... Ez összes szomszédot ismerjük mindenkiről, tudjuk, hogy tök jó fejek, tök jó arcok, nagyon sok kutyás is van köztük, és hát ők is nagyon jól tudják, hogy a Tira nem szokott ugatni. Tehát vagy amikor kim van velünk az udvaron, akkor, illetve ő csak akkor van kint, amikor mi is kim vagyunk. Egyébként meg bent van a lakásban. És így, és ezt csak, hogy mondta. Nem jött, hogy automata, nem jött, hogy más a hang, hogy nem jött, hogy nem arra reagál senkinek, semmi. Én nem vártam meg a végét, mert ugye Kiki vérmérséklete szerint Juli pedig felhívtuk azzal, hogy ő miért hívogatja más pasiját. És mint kiderült egyébként, ugye Juli megírta, hogy ő Miró előtt kezdett el magyarázkodni. A Miró előtt futott be ez a hívás. Azért az... Na megmutatjuk, Juli, hogy reagál. Halló? Igen? Szia, ne haragudj, az a varázs, de a barátom rengeteg hívást kap erről a számról, és szeretném tudni, ki vagy. Jó a hang is, jó. Erről a számról. Csak a Géva Júli vagyok, szervusz, kivel beszélek? De miért hívogatod? Mit? Ezt nem hogy érted? Közben a hívást listában találtam ezt a számot, és te vetted fel a telefont. Hogy lehet, hogy nem te voltál?
Én nem tudom, hogy te ki vagy, én nem tudom, kivel beszélek most ebben a pillanatban, de nem tudom, hogy ki. Nézd, ez nagyon beszél. Fontos nekem, kérlek, muszáj tudnom, mi zajlik itt, te jársz vele, nem, ugye? Nem összesen elmondom, Sreka Géva Júli vagyok, nem tudom, hogy kivel beszélek. Nagyon ki fogok akadni, ha hazudtál nekem, ez igaz? Mi igaz, hogy kivel beszélek? Sreka Géva Júlia vagyok, 0637. Jó, ezt ne húzzuk, jó. És keresd magadnak saját pasit. Miről beszélsz? Ki vagy te? Ez az Júli. Adj neki. Szóval te szeretsz mások pasiával flörtölgetni, mi? Jézusom. Nem tud vele mit kezdeni. Mekkora egy lúzer vagy. Na, szia. Hello. Ugye Júli, nem tudott vele mit kezdeni, nem. Igazából. Nem. Tehát... De érződött rajta, és na, megtalált egy hülye. Igen. Na mindjárt megkérdezzük Júlit. Hello Júli, jó reggel, csávó. Ezután a beszélgetés után döntöttem el, hogy le fogom cserélni a telefonszámomat, és a Rádió 1-es nyereményjátékosokat nem saját számról fogom hívni, mert hogy megtalálnak a kettősök folyamatosan. A másik, akit azt hittem, hogy az Alekosz nő hívogat. Ja, mert hogy te hívogattad az Alekosz, persze, hogy megszólaljon nekünk műsorban. Miró előtt magyarázkodnod kellett? Igen, ott volt, amikor ez a hívás becsurgott? Nem csak, hogy ott volt, hanem ott voltak a gyerekek is körülöttem. És egyszer csak azt látták, hogy az anyuk elfehéredik, és itt tartja a telefont, ráadásul nekem elég hangosan van állítva a telefonom, úgyhogy ők is hallották kb. Ezt az egész beszélgetést. Anya magyarázkodik egy idegen nőnek. Anya magyarázkodik, igen, álltam egyik lábamról a másikra, hogy pörgött. De nem tűnt föl neked se, hogy gépi a hang, tehát hogy az végig nem esett le. Mondd meg a Mirónak, hogy megnyugodhat. Jó? Jó, átadom. Balázsék a Rádió 1-en. Gyerekek, jó volt hallgatni, vidáman elbeszélgettetek ti itt a géphangokkal, vidáman, tehát itt készségesek vagytok, nem vagytok elszállva, ha szomszéd, ha pizzafutár, ha kutyaugatot, bemutatkoztok. Ja, mondjuk, hogy karácsony előtt, ami egy kicsit felfokozottabb lelkiállapotú időszak hívott volna, akkor lehet, hogy másképp reagálok én is, de... Másfél-két percet vidáman géphangokkal elbeszélgettek, nem háborodtok föl, hogy lopjátok a netet, hogy ugott a kutya, hogy megjött a pizzafutár. A problémát. Kezelitek, kulturált, intelligensen bebizonyítottátok, egy normális, szerethető stáb vagyunk, akik nem teszik le csak úgy a telefont, csak úgy érted, mindenféle jöttetre. Ugyanakkor emberiek is, lásd annál. Így van, ugye, ilyen emberiek küldel azért. Zsába az ki? Kicsúszott, hát de igaz. Annyi baj legyen. Zsűr meg két kérdés között egyébként egy kicsit szunyált. Tehát, hogy ott meg olyan szintű butha kategóriai nyugodtság volt, hogy ez a félelmet. Igen, mindenki a vérmérséklete szerint. Na, jó volt ezt hallgatni. Hívjuk a naphallgatóját közben. Hát, ha egy kis elsőben sikerünk lesz, így az első adása. Haló? Aj, és nem, jó reggelt! Balázsék, hello! Az! Hello, csak egy kicsit későn, de mi vagyunk? Ne tegyétek velem! Ne, te tetted magaddal, nem mi voltunk. Ne tegyétek velem, ezelőtt 3 hónappal ugyanígy jártam. Istenem! Ne csináld! Istenem! A harmadik összefogja. A harmadik meg lesz, de miért nem mondtad be, hát mi veszteni valód van? Igazad van, végül is igazad van. Szégyelsz minket? Igen. Dehogy szégyelek, már láttam, azt hittem már megszűnik a műsor, gyerekek, hát már lassan már húsvét lesz, mire jöttetek. Igen, nagyon jót írta, hogy a védőoltásokról beszélgetünk, de csak röviden majd ezt azért rosszabban megtárgyaljuk, olcsunk, ne olcsunk, mi lesz a fesztiválokkal, stb. 50 éve parizer zabálunk, de az oltástól megfélünk, vajon mi van benne? Hát milyen szépen foglaltad össze, Igen, ez így van. Igen, egy keresztnevet mondasz nekünk? Sándor vagyok, és itt a banki dolgok nem engedtek. Sajnos, hogy az utóbbi... Ja, hogy bemond. Viszik a házat? Ez jó volt. Imádlak benneteket. Igen, ha harmadikra most már csak összejön, jó? Oké. Okay. Kettő nem sikerült. Nem lehet, hogy itt most a január első adásával kivételt tegyetek, és... Tegyünk! De most már ez egy jó sztori, hogy kétszer nem jött össze, hogy Sándor megcsinálja a harmadszorra. Hogy... Igazából Balázsnak nekünk, mi elsősorban műsorkészítők vagyunk. Mi sztorikat gyártunk, nem életeket segítünk. Mi profi műsorkészítők vagyunk. Hát mennyire izgalmas története lesz ez a 2001-esek, hogy Sanyi megcsinálta, majd évvégén, mikor összegezzük, hogy Sanyi megcsinálta a harmadszor. Sanyi éve. Sanyi megcsinálja a harmadszorra. Érdekel az életnapos oldala, nekünk a drámák kellenek, a tragédiák.
Hát ez az volt, az volt. Ez és az volt. A végén a tragédiából végre egy öröm lesz, hogy mégis csak kopogtat a postás, a csönget, és meg lesz. Mondja, igen, megküldték neked. Jó, de ha megvan a harmadikra, akkor szóljál, hogy te voltál, esetleg nem ismerjük meg, vagy fél év múlva lesz, hogy gyerekek, én vagyok a kettőszörös Sanyi, aki harmadikra tényleg megcsinálta minden a 2020-es évben. Így írd alá, én vagyok a igen, most minden héten mindenki ezt fogja aláírni. Igen, mindjárt, és most én írja alá, Sanyi vagyok. Holnaptól annyi Sanyi van. Az a Sanyi. Holnaptól tele leszünk Sanyi hallgatókkal. Na jó van, reméljük a harmadikra meg lesz. Köszi. Sziasztok. Ciao. Milyen intelligens, milyen kultúrát, nem is értem, miért minket hallgat, nem? Igen. Komolyan mondom, meg egészen meglepő, hogy mi hallgatóink vannak. Atiskán, bújjék neked, hello, jó reggel! Bújjék! Fú, hát srácok, nem mehettek el 3 hétre megint. A hallgatók teljesen kész voltak. De, igen, hogy is. Tartottam mind a frontot, őket. Mindenki. Csak mert te jöttél után. Mindenki veletek akart beszélgetni, még úgy is, hogy best of volt az adás. Volt egy hallgató, akit teljesen véletlenül felvettem 9:30-kor, és 3 percen keresztül megállás, megszakítás nélkül, nem is tudom, hogy hol vett levegőt, panaszkodott folyamatosan. Veletek akart beszélgetni. Mindenki volt hallgató, aki bitcoin tippeket kért tőle. Nem kaptam meg az ajándékot. Igen, bitcoin tippeket, és adtál bitcoin tippeket? Persze, fogalmam sincs, hogy mi az a bitcoin, én mondtam, hogy adjon el mindent. Legyen. Adjon el mindent, jó, de jó. De nincs egy darab se, Attik, azt akarom megkérdezni, hogy vegyek. De ez jó, ez egy magabiztos is. Ha van, most add el. Én most esésre számítok, szerintem szakadás lesz, add el. Én mondtam, valakinél most lehet, hogy óriási baj van, én mondtam, hogy adja el. Hát egyébként, ha ezt a te tanácsot mondjuk tegnap adod, az kiváló, mert 30%-ot zuhant. Hogy miről beszélt. A bitcoin árfolyamáról. Attikám, de a jó zenék azért maradnak, te is maradsz. Hát egy újat is áll előttetek, képzeljétek el. Már a január 11-én elővük egy új zenét. Mi lesz velünk márciusban? Van egy újévi fogadalom. Megmondjuk ezt az újat. Újévi fogadalommal készült. Na. Minden nap új zene. Ne, túl azért túl ne vállalt meg. Sokkal durvább. 11 ezer követ az Instán. Kapaszkodtok? Igen. Na? Kapaszkodtok? Igen. 50 napig. Igen. Nem fürdesz. Ebben sem szokom. Már csak egy napon hátra, hogy érzem. Igen. Minimum 50 napig nem fogom lejátszani a Dance Monkey-t. Én mondjuk szerettem. Kettővel feljebb most mondták, csak ezt hiszem. Igen. Majd figyeljetek, hallgassátok. Ha véletlenül lejátszom, akkor valamit kitalálhattok, valami büntit. Tehát este meddig, vagy 3-ig, 6-ig, 5-ig, meddig? Tehát nem lesz 50 napig Dance Monkey. Szólok a többieknek is. Ennyire nagy a baj, hogy már minket is be kell rántani hallgatónak? Vagy miről szól ez a történet? Még gyerekek, annyi szóra... Véletlenül hallgattok majd. Hogy meg vagyunk szerintem 10 évre előre. Igen, 2020-as éve annyi szóra leadtuk, hogy 48-ig meg vagyunk. Na jó. De azért más visszajön, nyugtass meg, tehát azért Avicii lesz, nem? Vagy valami? Lesz. 220 kid is, azzal kezdek. Hát egy jó 220 kid, hát annélkül sehova nem, annélkül el se indulok. Hát egy van kvetitet, mert nem is örülnék neki, hogy egy 220 kid. Öreg róka vagy, te már nem érted ezeket a fiatal zenéket. Na jó, hát is kám, jó munkát akkor neked. Na, szép napot nektek. Jó van, vigyázzatok magatokra, jövünk holnap, szevasztok. Ciao, ciao, hello, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.